your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Szeretnék megmutatni valamit. Na. Oda nézzetek, mi van nekem. Azt a mindenségét. Tudod te, mi ez, Jani? Hát az oklevél, gondolom, valamilyen gulyásfőzővel. A ez a diploma. Ez a, így néz ki egy diploma. Azt gondoltad volna? Azt a betyárját, nem, ugye, hát ezt elmondtuk már, hogy nagyszerűen lediplomáztunk, a körülményekről nem akarok beszélni. Azért hoztam ide, mert a következő történt. Fölhívott engem, értve nem fölhívott, hanem Facebookon keresztül üzent nekem egy ismerősöm, hogy van egy érdi nő, aki szeretne velem találkozni. Mondtam, hogy nyitott vagyok mindenre, hiszen párkapcsolatban élek, de hát nézzük de meg, hogy találkozom. Azért ez bármi lehet. Igen, összekötött bennünket, aki elmondta a hölgy, hogy nála van a diplomám és a szakdolgozatom. Mondtam, hogy ne haragudj, de te ki vagy, és hogy kerül hozzád? A következő történt, ugyanis én hosszú éveken keresztül laktam Érden akkori párommal és kedvesemmel, akivel hát megszakadt a gyönyörű kapcsolatunk, jóban vagyunk egyébként, és elköltöztünk egymástól, és ő is elköltözött onnan. Ez a hölgy, aki engem megkeresett, az utcán találta nem meg. Nem mondott komolyan. Na, az utcán találta meg a szakdolgozatomat és a diplomámat. Nagyon jóban lehettek egymással mind a mai napig, ha na, kihajította. Hát erről van szó. Ugyanis az exemmel most már nem vagyunk együtt 10 éve, ő nemrég költözött el, és úgy érezte, hogy ami házban van fölösleges dolog, azt ő kiteszi egy ilyen marha nagy kukába. A kukát azonban ott a helyi ilyen turisok áttúrták, és hát érezték, hogy ez a papír, ez nekik nem jó semmire. Bőr vagy műbőr, mi lehet, nem jó, ezért kidobálták, és az úton hevert, az út porában hevert a szakdolgozatom és az oklevelem is, amit egyébként én pont 2 évvel ezelőtt nagyon kerestem, hogy hol lehet, nem volt meg, túlléptünk rajta, és ez a hölgy, akinek az köszönhetet kell mondjak, azóta is folyamatosan megtalálta, és eljuttatta hozzám mind a kettőt. És én azon kezdtem el gondolkozni, hogyha ezzel a lányjal, akivel én már nem élek együtt, nevezzük az egyszerűség kedvéért Vicának. Nem lennék... Hívják tényleg? Igen, így hívják. mi van? Persze. Gabriellának na, és annak na, Vica. Hát akkor hát így hívják, Vica. Gabriel és Vica. Vica a Gabi, jövökös. Gabi, Vica. De Gabi most nehezen akadjál Gabi, Vica vagy Vica Gabi? Nem, hát nem mindig emlékeztél rá, hogy Gabi, hogy hívják. És hát, azért szerettem vele járni, mert bárhogy hívtam, azt bár, értettem. Így van, mindenképpen kuporodott. Hogyha én nem vagyok jóba, akkor annak idején fölgyújtja a cuccaimat, amikor szakítunk. Nézd, ez nem egy szimpatikus gesztus, hogy kivágta a cuccaidat a lomtanításra. De 10 év alatt csak lesz, hogy már nem vagytok együtt. Hát, hogy tudja a számomat. Szoktunk, évente egyszer beszélünk, hogy nem kellett volna fölhívnia és azt mondania, hogy te Ferka, te állat, gyere már el, mert itt a szakdolgozatod meg a diplomád. Láttam a jegyeidet, ugyan sokat ne utazzál, aha, érte, de ha kell, akkor... Vagy, hogy nem kellett volna, vagy azt mondani, hogy figyelj, leteszem a portál, ha erre jövök. Vagy gyere be, érte. Másnak is van ilyen, hogy ez a bosszú a izétől, az ex-től, hogy nem kapsz egy ilyen szúrót. Nem, más nem vesz fel még egy szagot. Más nem fölhelyezem, az nem is a szakdolgozatodat, más nem veszi fel a mangalica szakot. Így van. Rántások és pirításokból senki. A díszletes házi földolgozása. A szakdolgozatod a krémlevesek titkaiból. Az most mindegy, mi a szakdolgozat, minden. Igen. Tehát az igen, most tök mindegy, ne ezzel lovagolja. Hogy használjuk könyvkötésre a disznóbőr című. Tengeri, ahogy nem ismered. Nagyon jól lehet vele kötni. Érdekes dolog ez az ex és az exek cucca, igen. Erről beszélhetünk, ugye, hogy a jelenlegi mennyire hagyja azt, hogy az exettől legyen cucc, vagy meddig őrzöd az exet cuccait, vagy mi van akkor, ha neked fontos az, hogy te az exettől megőrizzél valamit. Mert már nem vagy szerelmes, csak neked az egy érzékeny emléket érint, és te szeretnéd megtartani. Majd jön a jelenlegi, általában vagy egyébként, ugye, hát nő az illető, ugye, tehát ez a nők csinálják, és valahogy elkezdenek konkurálni az exek cuccaival. Én nem tudom, hogy ti jártatok-e így,
de valahogy szerintem a paliknak kevésbé van gondjuk azzal, hogy, hogy az, a csajuknak ott van még az exüktől egy elefántormányos kis párna, és akkor a hangod arrébb rakod, de hogy valahogy nem érzel indítatást, hogy kidobd vagy megszabadulj tőle. Miért van, azt kérdezem én, hogy a nőkben viszont, amikor új párkapcsolatot kezdenek, akkor egy ilyen teljesen, hát nyilván teljesen tudatosan letagadott. Újraformázni a Winchester. Újraformázni a Winchestert, eltüntetni egy-két nyaralós képet, megszüntetni a régi exek cuccait, likvidálni mindent, ami az előzőhöz kapcsolódott, tulajdonképpen csinálni tényleg egy ilyen tabula rasa, azt mondja, hogy nulláról indulunk. Ugye engem sose zavartak a csajaim. Hát, de őket igen. Exének a cuccai. Tehát, hogy én éltem ott gitárok, meg pengetők, meg nem tudom mi között, vagy éppen valamelyiknek az exe gitározott, de nem éreztem azt, hogy ezt Richie Blackmore-nak össze kell törnöm ezt egy marsalbotot. Tehát a csajokban egyébként mi van, amiért nem tudnak létezni az exek cuccai között? Egyszerűen irritálja őket. Ez nem így van? Mert a wiki exein azokon a fotókon van ruha. A te volt barátnőidnek pedig azokon a fotókon nem volt. És hogy a szemünkben nem tudok nézni. Lehet, hogy csak tényleg ez a baj, de mi téged pasiként tényleg zavarna, mert engem tényleg nem zavart. Tehát láttál egy ajándékot, egy nekem könyvet, egy párnát. Van egy, aki utálok. De engem nem érdekelt az Excel, nyilván már túl van rajta, azért van veled, mert már túl van rajta, ha éppen már nem fűzi semmilyen érzelműszín az Excelhez, akkor nincs vele baj. Neked van, aki utál. Van egy, én nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy azt konkrétan ezt csinálom vele, hogy ha nem lenne nagyon fényes. Nem, hát ha csaj csinálja, hiszem, de ez Palitól nagyon. De a Mónikánál van egy kép a mai napig. Van neki egyszerűen olyan képe, igen, amit a legszívesebben tettem volna csúnya dolgokat. De aztán Mónikára való tekintettel azt megtart, tehát nem nyújtam. Volt olyan, hogy széttépted, bedobtad a budiba, Móni megtalálta, összeragasztotta, és azon és kimosta. Igen, és ledomestoszozta. Celluxozott formában a Palinak ilyen négy arca van, tudod, három felé nyúl a keze, de össze van rakva, és benne van egy kép. És fura, hogy ilyen gombos tűk voltak beleszúrva a szemébe. De mi ez, egy fénykép, egy kis párna, egy ormányos alsógatja? Fotó. Benne? Hát a múltjából egy darab. Hát, hogy utálom, mint a... Ugye, de te most a csávó, de ismered? Ismered? Milyen jó érzés ezt így elmondani most. Egyik az így gyökér. De mi ez? Azért, mert a Mólinak van egy fotója róla. És ez a Mólinak fontos, hogy nyilván nem nézegeti, nyilván téged szeret, nyilván nem akar visszamenni az exéhez. Hát ez nem Mólinak szól. Tehát, hogy ez nem Mólinak szól, hanem ennek a gyökérnek. Jó, ugye szeretem, hogy így ezt mondod. Nem lehet, hogy egy kicsit itt magadra is haragszol, hogy a Móni nem egy gyökérrel... Nem, vagy elégedtem meg. Nem, hogy a Móni egy gyökérrel járt annak idején, és most veled járt, akkor te is gyökér vagy? Ja, tényleg. Érted? A hazsák a foltját, aha. Hogy lecserélt egy ugyanolyan? Nagyobbra. Nem tudom, de a nőket valóban zavarja a dolog, hogyha te valamit elteszel. Nekem kötelességem elrakni a cuccokat, ha én mondjuk összejövök valakivel. Szerintem igen, nem szép dolog kihagyni. Most nem direkt kint, hogy nem adni. Feri, érezd az árnyalatokat, az elrakni direkt, meg a direkt kinhagyni között azért vannak árnyalatok. A direkt kinhagyás és az elrakás között. 92 soha nem feltelek el. De az ormányos gatyádat, azt hordod még? Marian Tesszaloniki, 1989, csodálatos két hét, és egy brutál fotóalbum a bejáratnál, igen. Adrien Burgas, 1992, csodálatos. Még egyszer, köszi, Kati. Szárazra porszívóztál. Igen. Pisa Roventa 1300-as. Igen, mint egy porszívó. Köszi neked, Gabi. Imádtam minden porcikát. De az elefánt ormányos alsógatyáddal mit csinál? Mit tudom én, van egy pulóverem, és én azt az exemtől kaptam. Nézzünk egy ilyen helyzetet. Tessék, van egy pulóver. Az exemtől kaptam. Miért mondtam kétszer? Miért mondtam minden országban kétszer? Az exemptől kaptam. Érted? Hát mi bajod ezzel a pulóver? Ráadásul egy feltűnő darab, mert mondjuk egy rénszarvas van rá. De most nem, persze. Igen, egy négy szaros rénszaros, egy hatalmas nagy csőrre. Szeretlek, Balázs, felírta is egy közös fotó az exemen. Mi mindig együtt. Mint ha valakinek van egy pulóvere, és az exétől kapta, és összejön egy új csajjal, és szerelmes, és szereti, de szereti azt a pulóvert. Nem kell kidobni. De akkor nem a pulóvert szereted, hanem szereted a nőt, akit nem így van. Dehogy nem. Én itt csomó jó dolgot kaptam az exeitől. Én értem, de egy csomó jó farmert. Jó, nem érre szól azzal a pulóvert. Igen. Mert fázós vagyok. Igen. Rossz a keringés. De miért volt már többször is olyan, hogy megtalált a Viki a sarokban, hogy összebújsz a pulóverrel és sírsz? Szóval, mert érzelmi kötődés. Tibi, úgy hiányzok.
Nem, tényleg a női agyra lennék most kíváncsi, hogy, hogy miért várja el a nő, hogy ő azt, hogy a Pali azt kidobja. Nem a nővel együtt, csak van egy pucin, szeretem. Ragaszkodsz mondjuk a farmer gatyáitól. Kapta szűznapodra egy jó fa. Nem veheted föl többet. Ez a ruhafetis. Miért kell eltenni? Azért kell eltenni, mert érzelmi kötődésed van, nem a ruhadarabhoz. Azt a ruhadarabot te azért szereted, mert az ex-nőttől kaptad. Te mindenedet kidobod, amikor új csajod van? Persze, és a lakást is kiégetem. Jött a béka, és akkor csinált egy Einsteinot, lesöpörtél minden ajándékot, minden használati tárgyat, minden volt egy bögréd, mit tett egy papucsod, tök mindegy, bármi, nem vetted föl többet, mert az ex-ettől kaptad. Hát persze, hát olyankor teljes csere van az ilyen. Azért nem vetted föl, mert a béka várjál, vagy te se akartad fölvenni, hogy ne bánts meg őt ezzel. Hát emlékeztet a múltra, az pedig egy lezárt része az életednek. Hát most mit óvél? Csomó minden valamit nem tudom, kitől kaptam már, csak szeretem magát a dolgot, úgy nem ér? De nem. Tök máshogy gondolom. Hát de nem gondoltad más. Anyósom írt, megvédve az ő lányát, ebben a témában magadra maradtál a véleményeddel, édes fiam, lásd be. Csókolom, mama! Mama azonnal eretett, ugye? Nagyon jó volt. Kajámos sajjal az arcán elküld, és még odaírta. Puszi! Puszi! Hétvégén találkozunk. Halló, jó reggelt! Nem, más se vagyok. Te is nagy takarítottál? Hát igen, mert a páromnál meg kint voltak a régi képek, meg az ilyen kis valentinnapos kis ajándékokat is pakolja el, vagy dobja ki. Mert én is úgy gondolom, mint a Feriék, hogy egy ilyen kis nosztalgia, vagy valami no. azért benne van az emberben, amikor ezt meglátja, fölveti, stb. Na de a csajok miért gondolják azt, hogy egy Pali például nem lehetett boldog azelőtt, mielőtt valakivel összeakadt? Tehát nyilván a te pasid is volt valakivel boldog, de ez elmúlt, lecsengett, már nem szereti, téged szeret, hát azt miért kéne? Hát de azt akkor zárja le. Ha boldog volt, akkor volt. Boldog, hát de lezárta, jó, hát veled van. Velem. Hát de veled jó. van. De mit tudom én, ha volt a pasidnak, vagy van neki egy pulcsia, vagy farmerja, cipé, bármi, akkor azt ne vegye föl többet, mert az is az exétől van. Így van. Komolyan? Persze. Kidobattad vele a ruháit, amiről tudtad, vagy az ajándékokat, vagy tényleg egy kicsi valamit a polcon. Azokat nem hozhatta el. Nem mondott komolyan. Dehogy nem. Hát de most hozza át azokat abba, ahol az új csajhoz megy. De nincs elég önbizalma, Demese, valószínűleg ez a baj. Lehet, hogy ez is benne van, de szerintem a nők 90%-a így gondolkodik. Köszönöm, hogy elmondtad. Köszönöm, sziasztok. Szia. Ciao. Hello. Nem is tudtam, hogy van női énetek egyébként. De ez most számomra új, hogy egy ilyen női oldalatokat is verem meg, hogy kicsit azért úgy az exekat, hogy ne nagyon... Nehéz volt előhozni. Igen, az én nőjé nem elnyomott benneteket, de hogy azért ilyen te nagyon domináns csaj vagy. Én például elégettem a kazámba az összes olyan fényképet, amin az ex szerepelt. Persze titokban, ha láttatok volna, micsoda haja volt, meg micsoda ruhákat hordott. Na hát erről beszélek. Amikor a jelenlegi meg aztán pláne fikázza az exet, na ott aztán tudjuk, hogy miről van szó. Nekem egy mini Cooper maradt az előző házasságomból, mivel közösen vettük a volt feleségemmel, az új barátnőm nem volt hajlandó beleülni. El kellett adni. Hát az meg még igazibb érzelmi kötődés, tehát hogy még anyagilag is közös a cucc, tehát nem csak, hogy ott ült az előző nő, hanem azt közösen együtt választottátok ki, együtt fizették. Komolyan mondom, a Viki Exé, miért nem vettek mini Coopert a Vikinek? Én tök szívesen beleülnék, el is kérném hétvégére. Én azon a párnán alszom, amit a barátnőm az Exétől kapott. Milyen jó pasi, ugye lefekszik. Oh. Minden este úgy fekszem le, én nyertem, geco. Ez a helyes hozzáállás. Lehet ezt így is kezelni, de egyébként ez az egészséges hozzáállás. Az exedet úgy hívják, hogy Bella Gabriel. Azt a kutya fáját. Jó, az informátora. Igen. Hogy te a Bella Gabival járt? Hát, egész pontosan együtt éltünk. Együtt éltetek. 7 évig. Hét gyönyörű évet húztunk le egymással. 7 gyönyörű évet, aminek az lett a vége, hogy a diplomamunkád az utcára került. Akkor valószínűleg neki nem volt olyan gyönyörű. Megpróbáljuk őket elérni. Általában valahogy ők nem mernek velünk beszélni, vagy nem beszélhetnek, nem, vagy az a policy, hogy... Ezért nem is beszéltük meg előre. Ezért tehát, nem beszéltünk meg előre. Futunk vele, majd megpróbáljuk. Adjatok egy Music FM központi számot. Rájuk csörgünk. Itt van. Na ki csörgünk. Oké, na jó. Ez az adás. Music FM, tessék. Balázs Morning Show, hello. Balázs Morning Show. Elakadt a szava. Ránk teszi még egyszer. Fia, Balázs van, hogy csalad lesz, hogy kész. Nem már. Ő letette. Abban nem lehet, hogy tegyük le. Hát, hogy meghalt szegény. Nem, most 8-9-5. És most csak a bocsi interjú. Gyere, hogy szóljatok a bocsiéknak, hogy keressük őket. Légy, ne legyenek már nyilván. Figyelj. Most mondom. 9-5, Music FM, tessék. Újra én, hello, rám tetted az előbb. Balázs, Morning Show. Téged hogy hívnak, hello?
Rebeka vagyok. Rebeka, hello Rebeka, figyelj Rebeka, örülök, hogy találkoztunk. Be tudnál kapcsolni a Gáborékhoz minket? Ezt most nem tudom. Akkor én játszanék. Én meg a Vadonyai vagyok. Mitől és függ? Várj, mitől ez függ? Ez komoly? Ez halál komoly, aha. Jó, tartod egy picit a telefont? Tartsam? Tartjuk, igen. Igen. Megkérdezed? Ne hozz zavarba. Jó, 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 figyelünk, megkérdezed. Várunk. Ne hozz zavarba ezzel, hogy tartsam-e. Ez most náluk szól adásban? Igen. Jó szó. Halló! Jó barátod, Gábor. Hello, várjál, nyomok egy tapsot neked. Hello, Gábor. Ciao. Erősebb a tapsuk, figyeled? Mint nagyon komoly tapsunk van, ne én. Igen. Mint a régi szép időkben, amikor összekapcsolódtunk, ugye? Sok-sok évvel ezelőtt. De nekem azt mondta valaki, hogy játszani akart a játékban. Fogalmat sincs, hogy miről van szó, ugye? Vagy mi játszunk? Hát gondolom valami szellemi mélyrepülés, nem? ez most sajnos Balázs mellé trafáltál, ráadásul itt Nikolett az előbb elvérzett a kérdésen, tehát ez egy húsvéti játék, igen. Húsvéti játékot játszotok? Hát az nagyon jó. Mi a nyereményetek? Mi a nyeremény? A nyereménye, de egy Russell Hobbs lángvörös színű frizeres csörögtünk, annak aktualitása van egyébként. Na. Nyilván hétvégén visszahallgattátok az archívot, hogy mivel foglalkoztunk, és... Balázs! Ez most nem komoly, ugye? Látom a témáitokat, hogy elég sűrűn feljöttök a honlapunkra. Balázs, itt látlak, amikor dobod be a pendrive-okat a portaládán, hogy köszönjátok, hallgatnak, hogy... Szóval a hétvégén beszélgettünk arról, hogy Feri megtalálta az ő diplomamunkáját, illetve pontosabban fölhívta egy nagyon helyes idős néni, hogy megtalálta Ferenc diplomamunkáját az utcán heverve. Próbáltuk kitalálni, hogy vajon mi lehetett, és ugye kiderült, hogy hát valószínű, hogy ezt kidobta az exe. De mi ezt még nem sejtettük, hogy ez a dolog folytatódik, majd János, ami pénteken az adás után kicsit elkezdtünk beszélgetni, hogy járjunk ennek utána, és nagy dolgokra jöttünk rá, amit mi tényleg nem tudtunk. Bizony. A Bella Gabira célzó, fogadjunk. A Bella Gabira célzó, igen, kiderült, hogy a Rákóczinak az exe. Egyébként, bocsáss meg, Balázs, hogy félbeszakítottam, de egyébként én is akarom, most már tényleg hadd tegyem fel a kérdést, de a Rákóczi milyen szerető volt? Isteni. Isteni. Nem lapított agyon a súlyával? Nem, mindig ő volt fölül, tudod, Gábor? Vannak más pózok is, mint amit te ismersz. Gabi, hogy te mindig szeret felül lenni, ez volt, ugye? Mindig szeretek, de... Ezzel mentetted meg a saját életedet. Néhány esetben tetszett. Milyen érzés most vele beszélgetni? Ott van a vonalban. Mi jóban vagyunk. Jóban vagy. Találkoztok? És nem bizsereg még néha valami? Nem találkozunk, néha szoktunk beszélgetni telefon. Nem is tudom, mikor találkoztunk utoljára, töké. Újra érzed a füstölt szalonna szagot? Legalább te legyél velem, segíts nekünk ezt megmondani, vagy elmondani, hogy egyrészt mi volt Feri beceneve? Hogy hívtátok egymást? Vagy töki, bocsánat, nem hallottam. Töki! Jaj, te cuki, töki! Nem véletlenül. Töki. Nem kicsi. De miért nem lapaj? Fel kéne pörgetni a dolgot, mert még a játékunkat be kell fejezni, és nekünk hírek jönnek. Nem tudom, hogy nálatok mi lett. Gyorsan tedd föl a lényegre törő kérdésedet, ha van egyáltalán. Hogy került az utcára, közgabi? Hogy került az utcára Rákóczinak a diplomamunkája, Gabi? Hát ez tök egyszerű. 2004-ben elköltözött tőlem, és ott felejtette a papírjait. Neki dobtad most. Na, de miért kiraktad az utcára egy lomtalanításnál? Nem ez történt, hanem az történt, hogy néhány éve felújítottunk, akkor mindenki került a garázsba, és akkor én most decemberben vagy novemberben fel is hívtam a Ferit, hogy el fogok költözni, és a garázsban van az összes tudtam. És hogyha valami hiányzik az életéből esetleg, ami az elmúlt 12 évben eddig még nem tudatosult, akkor legyen olyan kedves, jöjjön ki, és akkor válogassa ki, ami neki, mert hogy én nekem nem lesz időm arra, hogy én mindent szelektáljak, hanem mindent, ami ugyanis az összes exemtől származik, az kimegy az utcára. Az összes exemben az enyémet is együtt tartott. Igen, nem. Azért, hogy játékban is maradjunk, tehát gyorsan a húsvét időpontját 325-ben állapították meg. Melyik vasárnapot jelölték ki? A. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnapot. B. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni második vasárnapot. C. Az év 13. vasárnapját. Gyerekek, mi van? Balázs, mondjál már valamit. Ha összetudok nektek szedni egy büntetést, azt örömmel veszem. Nem mondok semmit. Nem kapunk, az túl intelligens hozzátok. Banita hagyott még néhány kérdést. Az utáni első holtöltét következő vasárnapra tenném a dolgot. Tehát a napi egyenlőség utáni első holtölte, szerintem. Mi? De?
Nem haragszatok! Jézusom! Bocs, gyerekek! Köszönjük szépen! Kösz a vízforralót! Jó lesz itt! Másfél literes vízforraló, a Russell Hobbs és az Euronics műszaki áruház jó volt. Balázs, ott fogok csöngetni a vízforralóval nálad, jó? Gyerekek, nálunk utazást autót lehet nyerni, de a vízforraló se rossz egyébként. Jó, oké, Balázs, majd nézzak az utazás autóra. Most le kell tenni, most nem tudjuk ezt megbeszélni, mennetek kell? Ennyi? Hát nem, hírek vannak, vagy hallgatok meg a Gabi híreit, és nem tudom. Jó. Akkor mennetek el. Hát akkor menjetek, nem zavarunk bele a menetben, jól van? Nem tudtam választani a kérdésetekre, mindenki megnyugodott? Megnyugodtunk, Gabi, drágák vagytok. Menjetek, siessetek. Így van. Nálunk nem kötött el. Kötetlenebb a dolog. Puszi, szevasztok, köszönjük szépen, sziasztok, ciao. Ciao. Nem örültek. Töki, miért nem mentél érte Töki, inkább azt mondja nekem. Most nem, kérdeztem, hogy mi van, azt mondta, hogy semmi papírok. Hát mondom, ami eddig nem hiányzott, dobd ki. Érted? Na, de hát csak átnézed, nem, hogy egy diploma van benne. Persze, hát én följön az exem, gyere, érted, ha 10 évig nem hiányzott, nem tudnám, de ha te sem gondoltál hát erre. Nem, hát azt gondoltam, ilyen régi ízé, vackok, tudod, ami mit. A foggal letépett boxerek. Olyan cuki, Töki, olyan cuki vagy. De cuki, cuki. Gyerekek, hova rohantak ennyire a bocsiék? Olyan volt, mint a menekülnének előlünk. Miért menekültek ennyire? Elszoptak már az improvizálástól. Nem, te féltek, hogy nem akartuk őket bedarálni. Annyira rohantak, nem? Hát én úgy dumáltam volna. Hát ritkán tudunk összebeszélni. Lehet, hogy a programigazgató már bent integetett. Ne. Véget tesz már még ennek van. Igen. Hát most nézem őket a webkamerán, marhán nem mondanak híreket, beszélgetnek tovább. Bennünket akartak, bennünket akartak lerázni. Ez itt a Best of Morning Show. Szia! Hello, Andi vagyok. Na, nézzük meg, készültünk néhány tesztkérdéssel, és annak szeretnénk utána járni, hogy azok, akik bringáznak, valójában tényleg ismerik-e a Crest. Na figyelj, Andi, mik a kerékpár és a kerékpáros kötelező felszerelései a közúti forgalomban? Mi az, ami mindenképpen rajta kell, hogy legyen a cangán? Most már vagy! Kormány! Igen, kormány. Igen. Világítás. Igen. Csengő. Igen. Fékek, jól működő fékek. Igen. Első hátsó fék, első hátsó lámpa. Igen. Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. Macska? Az a macska. Kell egy macska. Macska. Prizmát. Szólaltassuk meg a hölgyet. Macskát mondod? Legyen egy macska is? A csomagtartóra gumipókhozva. Hogy tegyük fel a macskát a bringára? Maga mindig visz egy macskát. Kussoljál már! Pirasszalában nem tudok venni! Hogy hívnak? Hogy hívnak? Hello? Zsuzsa. Nagyon jók vagytok, komolyan mondom. Egyetlen egy dolgot felejtettek el, de lehet, hogy mondtátok, ez a küllő prizma. Mondta ezt valaki? Mondta a prizmát, igen. Gyerekek. Ne, de inkább holnap. Elfelé így hívják, Plizma. Pannikám, gyere válaszolj a második kérdésre, jó? Én érzem benned. Vigyázz fel, ott egy kutya el ne tapos. Cic? Jaj, te utálod. Úristen, annyira utálom. Gyerekek, miért utálod? Hát ez nem kutya. Kész vagyok. Ő nekem. Tudom, hogy neked. Hogy hívják? Negro. Feri. Az a baj, hogy ahogy Feri ránéz, látszik a szemébe, hogy neki Negro, csak a kínai konyha egy alapeleme. Így is van. Feri, de ezzel a humorral már csak egy ugrás a Hajdú Péter új műsora. Hát nem, most, hogy voltam nálad, már nem hívnak vissza. Ennyi. Azt én elbuktam. Nem, a Hajdú az túl vicces a Feri. Az a baj. Oda még ez is sok, tudod. Láttam tegnap ezt a Showtime-ot, oda túl jól lennél, Feri. Oda túl jól lennél. Még ez is sok. Szóval, hogy hívják a kutyát? Negro. Csókol, mert nevet tessék mondani. Rozika. Rozika és Pannika csap össze a következő kezdkérdésre, jó? Egy brutális összecsapásnak lehetünk. Fülten, hogy... Fekete cicám van. Tessék? Ugye? 17 éves. Micsoda? 10 fekete cicája van. Szőrös? Nem, kopasz macska. Ja. Mondja, Panni, nem hallottuk. Már nagyon öreg, nagyon öreg. 17 éves. Ó, meddig él egy cicai? Nem tudom, sose volt macska, nem szeretem a macskákat. Hát, ivartalanított, és igen? Azt mondják, hogy sokkal tovább él, mint igen. A másikak. Ha kiherélik, akkor tovább él? Igen. Úristen. Meg nagyon igen. Sokat számít, hogy belenézel a visszapillantóba tolatást. És és Manci a neve. Mancinak hívják a macskát? Akkor Manci és Negro. Palotta Pince és Spániel keverék. Az egy nagy menet lehetett, amikor a Spániel üldözte a Palotta Pincsikóra. Hogy maga alá gyűrte. Futott a Pincsi, futott, menekülni, elkapta. Most engem! Kerékpáros sebességhatárokat szeretnénk letesztelni. Figyeljetek. Lakott területen belül. Rozika? Attól függ 40, 50 vagy 30. Brinkával? Lejtő vagy nem lejtő? Azért brinkával? Miért tudom, Mika? Pannika? Hát szerintem 40, de ki a mennyivel tud? Ez a beszél. Jó, 40. Pannikának van egy pontja. Kerékpár úton mennyivel lehet menni, Rozika? Határtalanul. 30 km/h-val lehet menni. Ezt nem tudtuk.
gyalogos úton, ami egyébként kerékpárút és gyalogos út, ott mennyivel lehet menni, Rozika? Mondj valamit. Negro elaludt közben, csak jelzem. Itt vagy még? 20-szal. 20! Minden tudnak. Járdán mennyivel lehet menni, Rozika? Gondoljunk itt. 10-el. Jól gondolkozol, nem? Ott 10 km per órával meg lehet oldani. 10 km-re. Sétáló utcában. Igen. Aha. Sétáló utcában, karácsonyi vásárkor részegen. Mennyivel lehet menni? Rozika? Bicikli mellett. Nagyon helyes. Én meg talicskán. Jó. Adjunk egy-egy ajándékcsomagot nekik, mit szóltok? Jó. Egy-egy ajándékcsomagot elfogadtok tőlünk? Köszönjük, köszönjük. Az a kívánságom, én 25 kilométert jöttem a Negróval, és szeretném, hogy... Hazavinni a Balázs. Arra megy, amerre laksz. Barikám, vigyél már haza. Szeretném, hogy megsimogasd, mert Negrómat. Ó. Aha. Én megsimogatom a Negrót, csak tedd le a kutyát kicsi, akkor először. Édesem, kicsi, milyen kis szőrös. Ugye? De tessék? Tegnap megfüröztöttem. Ja. Nem vasárnap? De nem. Ha nem? Egy hónapban egyszer. Egy hónapban egyszer. Én is akkor fürdöm. Az jó, abszolút. Nagyon cuki, aranyos. Megsimogattam. Én egy évben egyszer fürdök, úgy épp szíveszterre. Csak óra. Nagyon jó. Nagyon szeretünk. Akkor viszont alaposan. Hölgyeim és uraim, köveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A Best of Morning Show. Egy szörnyű dolgot kell, hogy bevalljak nektek, de nyilván ti tudtok ebben segíteni. Két szóból áll, ez pedig úgy szól, hangyás vagyok. Oh! Atya, úristen, egy szörnyű kalandban vagyok tegnap óta, és ezt meg kell, hogy osszam veletek. Sőt, mitől tanácsot kell, hogy tudtam, kérjen. De mit is jelent ez? Igen, viszketek, hangyás vagyok. Ugye, aki családi házban lakik, vagy éppen nem családi házban, az tudja, hogy mi történik, amikor felbukkan egy hangya, és ez az egész történet milyen törzsfejlődésen megy keresztül. Hm. Ennek különböző fázisai vannak, én tegnap megpróbáltam magammal rögzíteni, hogy ma ezt jól tudjam elmondani. Meglátsz egy darab hangyát a lakásban, örülsz neki, megszeretgeted, odahívod a gyereket, mielőtt elmegy a hangya, így a poharat teszel rá, aláraksz egy kis papírt, és mutogatod a gyereknek a hangyát. Majd amikor elmondja a gyerek, hogy ettől nem fél, szeretni kipróbálni, ráteszed a kezére, futkározik rajta, nagyokat nevettek, jó, de jó, és zajlik a délután. Hogy csikiz, de aranyos, hol van, jaj, ott van, hú, de jó. Hangya eltűnik. Jó van, mondom, volt egy hangyánk, nem öltük meg, semmi baj. Így erre vizet, Benni. Bemegyek. Úgy nem annyira folytod. Bemegyek a mosdóba, látom a csapon, kettő darab hangya kolbászol. Na-na, hopp. Nem volt már akkora az öröm, mint az elején, de mondom, milyen helyesek, hát ők itt ketten vannak, nincs ezzel baj, mondom, jó, gyere, Benni, nézd, mondom, két hangya, gyerek, megint be, jó, de jó, vannak hangyáink, ó, mondom, nagyon jó. Oké, nincs ezzel baj. Konyhapult. Megyek, vízforraló, és eltelik egy óra, tudod, amikor még nem esik le, hogy mi történik, csak úgy szépen különböző stádiumokban szembesülsz azzal, hogy a természet utat tör magának, és megérkezik. Konyhapult, vízforraló, 4-5 hangya. Már nem vagy boldog. Már nem mondod, hogy gyere, Benni. Már nem szólsz, igen, a gyereknek, nem tudod, hogy egyenként agyon vágd de őket, és a kis tetemeket kirakdod, ahogy lássa a többi, hogy itt halállal jár. De nincsen baj, még a 4-et is megfogod, mintha ennek lenne bármi értelme. 4 pohár, 4 papír lett, bárcsak 3-a vagytok. Megfogod, kicsit összenyomod, kirakod. Nincs ezzel baj. 10 perc múlva, és ebben most már tényleg semmi túlzás nincs. A vízforraló, cukor, só kirakva, 35 darab. De egy pillanat alatt a konyhapulton. Nem lehet, hogy 36 volt? Megszámolta 35. De igen, most lepörgettem újra. De hogy nem hiszed el? Mit csinálsz? 36 darab hangyával, semmit nem tudsz csinálni, nincs ott a hangyaírtó. Elkezded megnézni az útvonalat, hogy honnan jönnek, hová mennek. Fogtam a telefonomat, elemlámpa, rányom, és elemlámpával elkezdtem világítani az ösvényt, hogy merre mennek. Visszakövettem a hadi ösvényt, és megtaláltam a bejáratot. Találtak valami kicsi lyukat, és nyilván ők valahogy szag alapján azonnal megtudják, hogy mit kell ellepni. És láttad, hogy viszik a kocka cukor darabokat? Várjál, elvittek mindent. Vikit kérdezem, mit kell ilyenkor csinálni? Mondja a Viki, hogy só. Attól félnek. Mondom, nagy baj, nem lehet. Fogom a sót, és szépen az útvonalakat szépen besózom. Várok 5 percet, visszamegyek.
azt látom, hogy röhögnek a pofámba, és viszik a show. Viszik a darabokat. Mondom, ez nagyon jó. Hát ez fantasztikus ötlet volt. Nincs ezzel baj. Mondja Viki, oké, megnézem. Fokhagyma. Mondom, most kaptok, rohadékok. Ide idegeneknek tilos a bejárás. Fokhagyma, kicsi apró szeletekre. Beszórom szépen, megtalálom a végpontot, ahova érkeznek, hogy miért a vízforraló környékére mentek a konyhapultra, nem tudom, a szemetes például nem tálták meg, vagy a mosogatót. Berakom az elejére, apró kicsire összevágott fokhagyma. Mondom, Benni, nézd, nem sokára nem lesz itt egy hangya se. Elmegyek, teszek, ezek 10 perc múlva eszembe jut az invázió, végig mennek a kövön alul, visszamegyek, viszik a fokhagymát. Mintha a szemük se. Cipelik a fokhagymát. Mondom, miért nem rohadtok meg? Cipelik a fokhagymát. Benni persze baromi jól szórakozik, kergeti őket, nézi. Nézd apa ott is, nézd apa itt is. Tessék. Új barátok és még több. Új barátok, nem fél a hangyától. A mosdóban, a szekrénynél, alul, mindenhol. És egyszerűen már látod, tudod magad előtt, ahogy a következő pillanatban az egész lakás tele van. Én nem tudom, ők hogy kommunikálnak. Szagokkal, telepátiával, hogy honnan tudja egy, hogy kell szólni a többinek. Hogy lesz ott 3 percen belül 4000 darab hangya, azt nem tudod. Csíkot húz a hangya, nem? Szaglapján mennek. Ja, igen. Az a csík, de ilyen szagnyomot hagy. Nem, szagnyomot hagy egyébként. Tehát Viki nem mondta, hogy a fokhagymát be kell dugni abba a részbe, ahol bejönnek a lakásba. Én azt hittem, hogy ezt csak így tudod, így beszórod, mondom, nézd, hogy szalad a gyáva, hogy fut. Egy perc alatt egy gramnyi só, és egy úgy vitték el a fokhagymát, mintha nem lennének szaglószer. Semmi bajuk nem volt a fokhagymával. Hívom a szomszédot, mondom, figyelj, van nálad hangyaírtó? Mondja, ha hülye vagy, kinél van? Van nátok ott hangyaírtó? Nincs. Van? Nálam sincs. Nincs. De hangya sincs, ez minek legyen írtó? Hát nálad sem volt hangya, eddig nem volt írtó. Mondja, oké. Légfrissítő, adj nekik. Igen, és előtte gyújtsd meg egy gyufát, és fújj át azon. Szaladgálok, megkeresem. Az összes lyukba, ahova lehet, az összes, ott már sajnáltam őket, mert az a karmikus gyilkosság teteje, mikor befújod őket. Olyan szag volt a lakásba, befújtam, találtam valamilyen rózsás légfrissítő. És mint amikor a gásprével, az elejétől a végéig, a bútort megfogja egyébként a konyha bútort, a légfrissítő? Nem fogja meg a fát? Nini. Szétfújtam őket. Most jelen pillanatban itt tartok. Abba ott elpusztultak néhányan, tehát nem tett jót annyira. Most kíváncsiak, hogy mi van otthon. Hogy jön-e a Most jön a következő. Légfrissítő. Hogy laktok-e ott? Tessék? Hogy laktok-e ott? Vagy már átvették. Rohadt nagy hangyaboly lett az egész. Hát figyelj, más nem segíthet. Be kell kapcsolni a tévét és megkeresni a házi bulit Attilával. Vagy a fási. Az mindenkit kikészít. Hát vagy a másik variáció, hogy tényleg fel kell hívni egy nyíregyházi állatkertet és kérni egy hangyászt. De tényleg ilyenkor mit csinálsz? Kijön egy hangyaid, igen, kapsz egy hangyásünt. Tehát hova tűnnek ilyenkor egyáltalán, ha eltűnnek? Ők megérzik, hogy ott befújtak légfrissítővel és elmennek? Mi történik? Már keresik a másik lukat. Így van. Vagy nagyon bejönnek, kik is szólnak a többieknek, hogy mangós, gyertek ti is. Ők ebbe kicsit beleragadtak egyébként. Figyelj, az interneten nem hiszed el, hogy a só, a fokhagyma, a sütőpor, a szódabikarbona olyanokat írnak, hogy mivel lehet hangyát riogatni. Minden. Én nem tudom, hogy a szódabikarbonától egyébként miért félnek. A fokhagymát és a sót olyan vidáman hordták el, hallani nem akartak arról, hogy ettől meg kell ijedni. Vagy sok hangya, vagy egy hangyász. Választhatok. Marha nagy lenne, ott mászkál, igen, ott mászkál a lakásba. Benni is örül, gondolsz. Időnként kinyújtanák is 30 centis nyelvét, benyalna ide, kinyalna onnan. A citrom, mindent írnak, de tényleg, mindent. Jó, mi van még otthon, amit ki tudsz próbálni? Hogy mit tudok még? Igen, tehát a sütőpor, van szódabikarbon a sütőpor, minden van otthon. Hát akkor ez legyen küldetés. Ma szépen órákra beosztod magad, hogy hazaérsz. Őrség, hagyja őrséget. 11-kor sütőpor próba. Ha elviszik, akkor jöhet délben a mit tudom én, a citrom. Valószínűleg azért mentek a vízforraló környékére, mert hogy ott méz, meg ott tartunk egy csomó mindent, és ugye baromi jól. Az nekik csak jacuzzi. Tehát a mézes üvegen ott nagyon vidáman tanyáztak. És tudod, amikor így leköveted őket, és kinyitod a spejzt, és látod, hogy jé, de minden. Már mennek a kenyére, már. Egyszerűen átveszik a hatalmat. Azt érzed, hogy a saját lakásodban egy pillanatra vendég vagy. Megjöttek, arcodba rögnek, akkor kinyitod a spejzautót, kicsit megmerevednek, rád néznek, és utána teszik tovább a dolgukat, adják a morzsákat, viszik, szállítják, nem érdekli őket. És elhordják a vagyont. A következő a tévétek lesz, nagyon vigyázz. Tényleg, mi lesz, hogy az egyik beül a garázsba, beszáll a kocsiba, és kiáll vele? Érted? Mit kell még eltűrnöm? És akkor szólok az utcának, hogy nálam hangya van, és akkor kiírtják az egész utcát, vagy mi történik? Vagy csak kijön egy hangyaírtó, befújja és elmegy? Ne, szerintem ne szólj neki.
nekik legyen meglepetés. Most vigyél látva. Megtalálom a poét, és átteszem a szomszédhoz. Most ezen dolgozom, hogy a forrást akarom megtalálni, és az egész kupacot kiásni, és áttenni hozzá, mert ő most egy hétre elutazott. Ha egy talicska cukrot áttolsz mondjuk a szomszéd, hogy átdobálsz. Azt akarom, akkor... csak oda akarom csalni őket, mert egy csomó minden nem beszél. A bojtól elindulsz, és így szépen szórod le a cukrot, át a szomszédba, és akkor elmennek, oda-oda egy kilót leteszel. Ja, de nem jó, mert hozzád fogják visszahordani. Nem jó, a boját ültetés a jó. Meg kell találni a bojt. És át kell tenni az egészet. Volt olyan, hogy te gyerekkorodban vidéken kiástál egy vörös hangyabolyt, és dobálóztatok bele? Volt, hogy az egyik orrunkat így befogtuk, a másikba tettünk egy szívószálat, és ott bedugtuk a hangyabolyba, és így fölszívtuk őket. Az ennél tudod? Sokkal jobb, hogy mind a két orlokatba teszel egy szívószálat, az egyik ebbe mennek, a másikon kijönnek. Igen, nagyon jó. Valamikor viszonylag sokáig tart, mert elkalandoznak be. A légüres térben. Gondoltam tényleg, hogy csinálok egy olyat, hogy légfrissítő, öngyújtó, tudod, és akkor ott végig, de hogy nem akartam ölni, tehát még... Meg a lakás fölgyújtani azért. Az meg a igen, másik, meg igen. Képeket adni Beninek, hogy mivel múlassa az időt, amikor nem vagy otthon. Apa! Ez nagyon jó bulatság. Apa, éljenest megint! Kis piros szalagot fölkötöd a fejedre, ez az én van. Igen, azonnal végigmegyek. De szemtelenek, tényleg. Yes. Mi van, ha azt csinálom, hogy a lakás előtt, igen, a bejáratnál sátoroztok le, és nem mentek be többet. Kiköltözünk. Nem, ha lakás előtt egy elterelő hadművelettel megpróbálom őket máshova csalni. Ami te is mondasz. Aha. Tehát veszek egy doboz, mit tudom én, babapiskótát, egy kiló kenyeret, és a küszöbtől elindulva kifelé átcsalom őket a szomszédhoz. De össze lehet őket zavarni? Össze vagy az, lehet, tehát vagy a mézes kalács darabokat szórok le nekik, hogy a másik irányba menjenek. Kirakok egy táblát, szomszéd arra, ott kánoám a gyerekek, tessék arra menni. És nyitok egy alagutat nekik a kerítés. Tudod te biztosan, hogy mit szeret a hangya 100%-ra? A légfrissítővel bajok voltak, utána tehát egy kicsit megritkult a sereg. Tehát úgy érzem, most egy csatát megnyertem. Jó, de ott kezdődik, hogy mit szorsz le a szomszédig. Hát mit zavár egy csatát? Mindent elhoznak. Hangyatojásokat? A hangyát, igazából csak a hangyatojás érdekli meg a bojnak a sorsa. Honnan ismerem én meg a hangyatojást? Nem sose láttam. Hogy néz ki egy hangyatojás? Kicsi tojás és a feltöröd, akkor... Olyan, mint a főtrizs. Nagyon hasonlít a főtrizsre. Igen? Aha, fehér, puha. És mi van akkor, ha eunukokat csinálok picit, belőle? Picit savanykásabb az íze, kóstoln. Mi van akkor, ha ott bent a bolyba valahogy kasztráltatom őket, hogy nem bántom őket, csak meggátolom a szaporodást. Azt hogy képzeled el? Tessék? Hogy így kikötöd így a kis lábaikat, és egy cikével, vagy sebészeti lézerrel eltávolítod a heréket. Igen, vagy... és mindegyik hangyát picit megkasztrálom. És onnan... Villant egy vakum, mondom, úristen, mert tényleg rosszul látok. És onnantól kezdve mindegyik hangyát kasztrálom. Azt mondom, velem lehet szórakozni, de soha többet nem. Nem szaporodtok. De a tojás, ahol királynő. Ott van egy királynő valahol? Hát, így van. Azt hogy kell megtalálnom? A házad alatt. Hívj fel a Fási Ádámot, ő szerintem, hogy párszor elkapta a királynő. Szia Ádám, ne haragudj, csak tudom, hogy te jó vagy királynő keresésben. Rohadt sok hangya van a házam. Eljönnél megtalálni a királynőt, mert a Jani azt mondta, hogy a királynő megvan, akkor megvan mi. Mit szólna? Biztos elküldene a felé. Te vagy a legnagyobb királynő vadászára. Értelmes szót. Mondjuk ez is igaz, összefüggő mondatokat keveset a... És ha a királynőt költözteted, akkor költözik az egész boly. Tehát nem kell neked a bolya, a királynőt szedd elő a bolyból, azt vidd át a szomszédba. Igen, azt kell megtenem. Van még más kérdésem is. Honnan tudom, hogy melyik a barátságos hangya, melyik a vérhangya? Hm. Melyik, ami csíp, melyik, ami nem csíp? Érted, rátettem a gyerekre egy 10-15-öt, ott szaladgáltak rajta, nagyokat nevetett. Honnan tudom, hogy nem valami afrikai faj telepedett oda? Érted, te megismered a hangyákat? Te tudod, hogy ez a vérhangya, ez a vörös hangya, ez a csíp? Mondjuk te biztos, nem fel? Nem, mi vidéken egészen jól állunk. Ti ott vidéken volt ilyen hangya határozottok, hogy kimentetek a mezőre, és akkor ott valaki elmagyarázta, hogy melyik hangya milyen? Nem kell, volt hangya határozó, szájról száj, az anya csecsből szívtuk a hangyákkal a tudást magunkba. Igen? Igen. Amelyik például... Tehát nem volt, hogy a mező hangyabolyba feküdtetek, és akkor aki előbb felállt, az vesztett? De ez egy nagyon ősi népi játék, Kígyosan és környékén, de úgy a legjobb, hogy ahogy letolt nadrággal bele a hangyabolyba, beleülsz. Tudod, és az akkor az igazán aki, bátor, aki előbb feláll, jó helyre teszed, és ráhúzod a bőr. Mit akar, ad egy hangya hangot? Van egy csip, és akkor elcsalom őket? Vagy a királynő ad hangot? El tudom én őket csalni, mintha én eljátszanám a királynőt? Hogy játszasz királynőt? Amit csinál a királynő. Hát a Gyula tudna akkor... szerezni olyan műszert, ami hallja a hangya hangot is, tehát hogy ezt meg lehet vele beszélni, de szerintem meg kell keresned a természetes ellenségét, és azokkal betelepíteni. Ebben az a veszély van meg, hogy adott esetben azoknak a természetes ellenségét is majd meg kell keresned, akiknek a természetes ellenségét megkeresed. Igen, és egy komplet állatkertet kell berakni. A hangyát kinyírja a vakon, tehát ha a vakon
vakond? Na nem, hát az... Nem nyírja? Húha! Ha vakond is megjelenik, akkor már tényleg akkor írjátok be, hogy déli fekvésű. De várj, a hangyát, jó, amit a Feri mond, a hangyát kinyírja a vakond. Betelepítek vakondot. A vakondot megtalálja a gólya? Gólya rámegy a vakondra? A vakondot kinyíri a közművesítés. Valaki csak megeszik egy vakondot, nem mondjátok, hogy a vakond csúcsragadozó. A kutya. Nem eszi? Hát egy jó vakond, okos kutya. Semmilyen állat nem eszik vakond, akkor valami a vakond csúcsragadozó. Valami kotorékebet kell keresned, aki meg tudja keresni a vakondot. A kotorékebet viszont mi eszi meg? Hát azt inkább semmi, az állatok nem annyira örülnek neki. Annak nem mondjuk örülnek. A vaddisznó, igen, de a vaddisznó meg majd összetúrja a kertet. Hát meg aztán besétál valami vadász és elkezd lövöldözni a kertben. Na, pontosan itt láttuk a vaddisznót, erre elkezdett lövöldözni. Jó, egy utolsó kérdés. Hogy néz ki a királynő? Én ma hazamegyek megtalálni. Mit keresek? Korona van a fején. Furán áll rajta a korona, igazgatja össze-vissza. És ott áll mellette Fási Ádám? Így van, és valaki szembe vele egy asztalnál kacsingat. Egy izzadó zsűri nagyon kacsingat, törölgeti a homlokát, és igen, és nagyon duci. Azt írják a hallgatók is, hogy fáraó hangyád van. A legveszélyesebb a fáraó hangja. Hát akkor valahol vannak piramisok a föld alatt. Ott kell lenniük valahol a közelben. Én megkeresném a szarkofágot, megkeresném a belső sírkamrát. Nem akarok sírabló lenni. Így van, csak valaki hozzá nekem a királynőt. Nagyobb? Testesebb? És igen, nagyobb. Parancsokat osztogat? Innen veszem észre? Nagyobb, így van. Igen? Nagyobb. Fekszik, alszik, mit csinál? Na, ne, hát bármerre megy, mindig ilyen sűrűk rajokban követik a hímhanyák és szagolgatják a sejhaját. Innen ezt mondjuk megismerem. Ezt mondjuk megismerem. Elveszem onnan és beülök én a helyére. Holnap, ha nem jövök, a föld alatt vagyok. Meg kell találnod a királynőt, így van, és át kell vinni a török Bálint. A hajduhoz? Vagy hova? Nagy kaland ez, higgyetek el. Most nem tudom, mi van. Most nem tudom. Két dolog lehetséges. Vagy bosszút állnak és az egész lakást ellepik, vagy a légfrissítőt nem szeretik annyira, és rájöttek, hogy ezzel az emberrel nem szabad szórakozni, és átmentek a szomszédhoz. Hát, hogy kis fel vagyok rá készülve, tessék? Minden sarkon. Nem, csak azt a nyomvonalat, ahol folytál már. Csak bejöttek másik sarkon, nyugodj le. Tehát hazamész, és ott nézik a tévédet, a chipset zacskótból dobálják szét a chipset, már igen, ők élnek a házakban. Kettő felvette a ruhámat, egy játszik a gitáron, igen, egy meg befeküdt a Benny ágyába. Hát meg félned kell egy picit szerintem a genetikai mutációktól. Mert hogy lehet, hogy immunissá válnak. Az egy, kette, hárman belepusztulnak a mangós légfrissítőbe, de utána a következő... Ebből azt hiszem, volt, na, hogy nem tudom. Úristen, milyen szag lehet már a balalak ezzel. De tudom. Hogy lehet, hogy a következő generáció már fel lesz vérteződve. Ugye az SMS-ekből is kiderült, tehát nincs ember, aki még ne harcolt volna velük. De ez egy harc. Ugye? Egy sokáig tartó, lehet, hogy soha el nem múló, csak éppen az adott pillanatban csatát nyerő harc. Mindenki tudja a tutit. Nincs vége. Mindenki tudja nagyjából a tutit, mert hogy van, hogy ez a harc néha mondjuk egy ilyen tűzszünetbe torkolik, és annak mondjuk az az oka, hogy felhasználtak különböző eszközöket. Ezt meg is írják a kedves hallgatók, és nekem vannak köztük olyanok, amik nagyon-nagyon szimpatikusak, például tudnám ajánlani, és ezt szerintem mindenképpen próbált ki, hogy ecetet locsol szét a lakás. Nagyon de hogy minden szinten kellen, és lehetőleg a padlószőnyegre. A csak oda. De mi van, ha csak oda öntöm? És akkor azonnal az jobban beszél, mert a körrel ugye elviszed, fölmosod. De 12%-ossal, hanem valami durvábban. 20-assal vagy? Igazi jó kis háztartási érzet. Most egyébként 875-623 a sütőpor szóda bikorbóna. Igen, őrületes harcok. Igen, és egymást is okítják a hallgatók, hogy mit nekünk sütőpor, meg mit nekünk szóda bikorbóna. Ecet, szegfűszeg, babérlev, minden van. De mi van, ha például sütőpor kever szódabikarbónával. Egy kis babérlevéllel, fokhagymával. Megöntözöd egy kis ecettel. Ahogy tegnap vitték a sót, és ahogy vitték tegnap a fokhagymát, az arcba röhögés magas iskolája volt. Só, és sétál is. És láttam, hogy rám néz, és az arcomba röhög. Érted? Velem szórakozol, kisfiú. Kolbászt, nekem mondod. Krumplit nem vitték, mert akkor paprikás krumplit csináltak lehet, valahol. Lehet, hogy valami nagyon nagy buli volt a barlangban. Egy-két SMS csak, hogy melyik hallgatunk hogyan és miképpen küzdött hangyákkal. Készülj fel, mire hazaérsz, háromszor annyi hangyád lesz, ugyanis ilyenkor megérkeznek a rokonok a tegnapi áldozatok temetésére. Tényleg a vírasztásra jönnek. Hangyák ellen őrölt fahéj óvodába bevált, ír egy másik hallgató. Macskát kell szerezni, a macska állítólag levadászta őket. A macska eszik hangyát, Jani, neked van macskád? Hát, ahogy hallodnak, teheti magát, előbb-utóbb megjelennek sokan, akkor megkempergőzik, és ez a lanya, az nagyon nyomja őket. Hát egy másik, a másik, ami komoly, kívott sörös üveg az útvonalra. Állítólag nagyon jól működik. Ez nagyon jó. De hogy is. Volt olyan, hogy esetleg gyerekkorotokban? Nem, mi azt vakond ellen használtuk. Lenyomtátok a földet. És beszorult a kezem, amikor benyújt a maradék sörét.
A hangyák hamarosan kapcsolatba lépnek a csótányokkal, és leigáznak titeket, írja egy hallgató. Amúgy a stúdióba is körülnéznek. Feri, Jani, nem viszkedtek? Kérdezi Adi. Nincs. Nem volt, hogy Jani beszéltem, és az orromból kimászott egy hangya. Még ilyet nem láttál, ugye? Tehát de ide látta, nem akart szólni. Nem, csiga volt. Egy rohadt egy csigát láttam kimászni az orromból. Aztán vettél egy nagy levegőt, és visszaszaladt. Jó, hát mindenkinek vannak kis házi állatai, amiket nevelgetnek, hát most mit csinálják, igen. Igen. Kérj Janitól kávézacot, az jó ellenük, írja Kubu. Uh-huh. Majd ha lefőztem, legalább háromszor, négy. Akkor igen. Gázperzselő, azt nem bírják. Egyébként jó, azt gondolom, talán kicsit drasztikus, de hogyha már nincsen, és végig fújod őket. Kicsit azt a fal, jó. Kicsit a és kő. Azt tudok is neked adni, mert mi vidéken tudod, de nálunk arra való, hogy egyrészt diszmú perzselj, másrészt meg kergetőző. A listalját azzal melegítjük. Egy jó propán bután palaszra rákötve, berakod a Benninak az egyik kis traktorába, vagy dömperébe, oda hátra, mész a lakásban, és körbe, és mindent. Mindent lenyomad. És olyan leszek, mint Vázquez a bolygó neve halálban, amikor kiabál neked, hogy írtsuk ki őket Vázquez, és a Benni is kap egy kis kizgás perzselőt, nem? És megyünk kentek. Fölrakjuk a szemüveget, ő is felrakja, adjunk neki család. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Pénteken színházban voltam, és egy nagyon jó kis téma jutott eszembe. Hogy minek járunk színházba. Mi az Istennek megyünk mi színházba, amikor annyira... Hogy mit zaválok én ennyire ezen a Bereckén? Hogy már megint a Bereckén? Nem, elhatároztuk, hogy kell társasági életet élni, és színházba járni. Amikor van jegy, van, amikor heti jegy, van, amikor két hetente, de nagyon jó darabok vannak valahol. Mi sose jutunk el jó darabokra. Amikor a társasági élet az azt jelenti, hogy a kocsóba is elegyedsz valakivel. Gondolom, itt meg csak annyit kérdeztél, hogy mennyibe kerül a magdalta zsömlő. Nem, mennyibe kerül a kókuszgolyó. És az ivólé. Radnóti Színház péntek este. Jelentek egy házasságból. Uh-huh. Az volt pénteken, elmentünk, odaértünk időben, és... Ezt így meg kell jegyezni, tehát ez ritkán történik nálunk meg. Igen. Most az első felvonás is meg volt. A második felvonás darab közepe. Jaj, bocsánat. Figyelj, én rettegek. Tehát a nők egyszerűen képtelenek elindulni időben. De ezt, ha valaki egyszer nem értem. Hogy miért jó az, hogy utána veszekszünk, és... Már maga a kapkodás, a rohanás. És úgy megyünk el oda, hogy már ott már veszekszünk. Már ingerültek vagyunk. Pedig én színházba szeretek nyugodtan megérkezni, átadni magam a darabnak, elfoglalni magam az erkélyen, ugye ott ültünk, erkély első sor, semmit nem láttam a korláttól, nem baj. Fantasztikus volt. És rájöttem, hogy milyen jó kis beszélgetéseket lehet ilyenkor kihallgatni. Hát meg kénytelen voltál, ugye a darabra nem tudtál figyelni, hiszen nem láttál belőle semmit. Nem sokat koncentrálni a másodlagos előadásokra. Nagyon kultúrált közönség volt, mert az előadások alatt nem beszélgettek, viszont előtte 10 percen keresztül egy mögöttem ülő hármas hölgy csapatról, akik ilyen 60 év körül voltak, mindent megtudtam. És eszembe jutott már akkor, hogy milyen jó téma az, amikor úgy hallgattál ki egy beszélgetést, hogy alapjában nem akartad és nem tartozott rád, de egy idő után elkezdtél fülelni, és a végén már egészen résztvevője voltál a beszélgetésnek. Tudtál mindent unokákról, gyógyszerekről. Tudtál mindent unokákról. Mögöttem egy nő elkezdett panaszkodni, hogy megy a hasa az antibiotikum. Jó, de király! Kiderült, hogy felszúrták az arcüregét, de rosszul szúrták föl, és átszakított valamilyen rostokat itt neki, amivel szumamedet kellett szednie, mert még... A gyógyszert is tudod, jó. Viszont tönkre ment a vélflórája, és a másik két hölgy egyébként érző áhítattal hallgatta végig, és próbált neki tanácsokat adni, hogy mit csináljon, és hogy tudná a fosást megállítani. Olyan fázisokon keresztül mentek így, hogy először a szörnyűködés, hogy jaj, nem már manikám, otya úristen, utána jössz azzal, hogy neked mi igen. volt. Hogy az hogy szúrták föl, hogy a hármas fogát, a hatos fogával, hogy az ideget hogy tették tönkre, hogy mi történt, hogy milyen antibiotikumot szedett, hogy annak mi a hatása, hogy most hol van, néha közben... A szumamed egy szirup, megnéztem, és tényleg jó egyébként. Mondom, harcüreg, homloküreg és ormelliküreg gyulladásra. Ja, még jó, hogy nem darab közben mesélt. Igen. És hát a három hölgy szenzációsan megbeszélte, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, és mit lehet tenni. És azon gondolkoztam, hogy milyen az, amikor tényleg úgy vagy részes egy beszélgetésnek, hogy nem tudja más, hogy te kihallgatod ezt a beszélgetést, de te viszont egy idő után szívesen hallgatod végig. És... Már úgy belefolytál, ugye? Belefolytam, nem akartál hátrafordulni? Kíváncsi voltam.
Mi lett végül is a kórkép? Hogy fejtették meg? Igen, az unokákkal. Amikor felálltok a végén, és tudod, függöny össze, feloltják a lámpákat, és akkor jöttök kifelé a sorba, és még hozzászólsz így, egy felmondani, hogy jobbulást. Az volt. A legjobbakat a beleinek. A darab egyébként nem volt rossz, hogy a darab felén mi már egy humuszbárban ültünk. Kitartóak voltatok. És a szumomedre googlisztál rá. Én olvastam, hogy mire jó a szumomedre, ki pedig humusztevet. Hát nem tudom, megpróbáltuk megint. Állítólag vannak jó darabok is egyébként. Csak szóval, fekerülödőket. Lehet, hogy a Magyar Színház jó darabokkal, csak mi valahogy nem tudunk eljutni egy olyanra, mert hogy hát jelentek egy házasságban, jó volt, de hogy... Aha. Szóval azért lehet, hogy egy dílerre mégiscsak hallgatnod kéne. Tehát próbáld meg egyszer azt, amit ő ajánl. Ne legyél ilyen kis önálló. Megnézzük a másodlagos tudást. A másodlagos tudást szerintem ebben az esetben sokkal értékesebb, amit összeszedhetél. Tényleg ez van. Legközelebb valami baráti társaságban vagy ismerősök között valaki előjön egy csúnya arcörökgyulladásnak a történetével. Te már itt séróból nyomod a szumamednek a nevét. Szerintem ez tök jó dolog. Valamit megint megtudtál. Színházba járok. Szerintem egyébként ők azok a típusok voltak, akik egy picit szeretnék is, hogyha többiek megtudnák, hogy ők milyen kálvárián vannak túl, vagy éppen vannak benne, és ők szívesen mesélnek erről a dologról. Nekem is volt egyszer egy ilyen alkalom, amikor jöttem az éppen a villamos, és egy nagyon kedves ismerősömnek az édesanyja osztott meg, szinte egy az egyben ilyen erre kísérletesen emlékeztető, és azért az elég fura, amikor tudod, jössz haza egy nagyon kedves ismerős hölgyel, aki vidáman ecseteli azt, hogy milyen gejzír, buzgár jönnek elő belőle, igen. Igen, engőzölöknek elő. És neked mesélte? És nekem elmesélte. Igen, és aztán hogy hívják voltunk? Elköszöntük egymást, és akkor mindenki majd ment a maga dolgára. És érdekes, hogy én meg ilyen... Tehát, hogy amikor hazértem, akkor esett le, hogy mit hallottam. Tehát, hogy az egész, hogy mennyire bizarr, mennyire abszurd az egész szituáció, elköszönöm, csókolom, viszontlátásra János, és akkor szépen nyitom így a kaput, és akkor egy kicsit így belegondolok, hogy úristen, most tényleg az történt, ami történt valójában, hogy egy nagyon kedves középkorú hölgy megosztotta velem az ő délflórájának a viszontagságéről szóló szaftos történet. De és tényleg? Azt érezted, hogy úgy többen is felétek fordulnak, és követik az nem, hál' Istennek üres volt az utca. Tehát, mert az igazi. Neki közönség kell ilyenkor, és szerintem a színházban is egy picit az van, hogy ő szeretné, hogyha ezt mindenki így hallaná így körülötte. Félhangosan meséltek, vagy pedig csak így csuttogva? Nem, rendesen, tehát normálisan megbeszélték. Őket nem zavarta az, hogy ott ülnek a Balázsék, vagy bárki más. Nem szerintem. Sőt, kicsit inspirálta is valószínűleg. Igen. Ezért a néni örült, hogy elmondhatja, és szolidaritást vált a másik két nénitől, akik viszont nagyon szépen szolidaritottak. Tehát amikor kellett, akkor mondták, hogy szörnyű, aranyom. Nem volt az semmi típusú hozzászólás? Nem volt, hogy tegyünk rá még egy lapáttal, és utána már ki tud durvábbat mondani, mert abban már én is beszálltam volna. Igen. Nem. Mit petefészek szakértők? Ami nagyon helyes volt, hogy elkérték a doki számát. Tehát, hogy hát ez nagyon jó, ezt a doki számát. Ilyen az egyik elkérte a másiktól a dokinak a telefonszámát. Annyira megörültek, hogy megoldódott ugye az egyik hölgy arcüreg problémája és fog problémája, és nem tudom, hogy elkérték a telefonszámát, de ezek után az egész színház mehet hozzá kezelésre, mert ott mindenki fölírta ezt a telefonszámot. Tehát ez hangos. A Radnoti azért nagyon pici tudott. Tehát ott először egy ilyen sztorival, azt ott 30-40-en vidában végighallgatják. Uh-huh. De három hölgy nem zavartatta. Ott azért, amikor egy hatásszünetbe belecsúszik egy-két szó a nézőtérről, nem? Ja, még jó, hogy nem darab közben mesélt. Igen. Még volt rajtam bugyi, szép, és akkor... Igen. Na, meghallgatók, írjátok meg nekünk, hogy kinek milyen kihallgatott beszélgetése volt már. Amit elkaptatok buszon, villamoson, vonaton, és kicsit nem hittetek a fületeknek, hogy egy anyuka úgy szól rá a fiára, hogy egy apuka éppen megbeszéli a házas életet az ő barátnőjével, vagy feleségével, vagy két nagymama beszélget a vonaton, ti pedig akarva akaratlanul részesei lesztek, belefolytok, és egy idő után már szinte jól esik a kukkolás. Így fülön keresztül, és nem akartok lejönni a sztoriról. Egy idő után egyébként rá lehet csavarodni. Tehát azon vettem észre magam, hogy azon dukkolok, hogy ne mondják be, hogy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat és elsődődő lámpa, hanem tudja meg a történet végét. Tehát ebből látszik egyébként, hogy én is öregszem. Egyszer a 35-ös buszon, ez már megszűnt ez a járat, az Üllői úton járt, annak idején is kökén volt a végállomás,
és mentem hazafelé, így 10 éves voltam, soha nem felejtem el, hogy egy udvarlásba csöppentem bele, amikor egy úr egy hölgynek csapta a szelet, és tele volt az egész busz. Semmi extra nem volt a beszélgetésben, semmi az égvilágon, csak az, hogy az úriember a jobb kezével folyamatosan fogta a hölgynek a jobb mellét. Ez nem, de tényleg, én de nem így én nem hittem el. Utalt, kapaszkodtam, semmi feltűnő nem volt. Ők még egyébként teljesen normális hangvételben beszélgetek, mert semmi extra nem volt. Oda néztem az egyik pillanatban, és azt láttam, hogy folyamatosan fogja, átnyúlva így, folyamatosan fogja a mellét, és beszélgetnek egymással. Hát, de semmi szaftos nem volt benne. Hosszabb elválás előtt volt a képen, és még utoljára. Semmi. És ő valahogy így rutinszerűen, reflexzerűen ő rámarkolt, és ez a pozíció, ez meg is maradt egyébként a kökitől a béketérig. Ez kb. 20 perc volt. De ez nem lehet, hogy valami nagyon verejtékes álmodban, valami lázálmodban volt ez, hogy egy buszról álmodtál, ahol a férfiak fogják a nők mellét. Nem, és kapaszkodónak azt nehez. Ez egy elég unalmas 20 perces petting lett volna, ha csak ennyi van benne. Figyelj, folyamatosan fogta a hölgynek a mellét. És a beszélgetés nem miről szólt, hogy szeretlek, drágám. Ez. De volt valami legalább ilyen, hogy új, de milyen jó, kemény, semmi, semmi nem volt csak benne. Fogta. Semmi. Csak fogta. Ez egy ilyen másodlagos effekt. Igen, kapaszkodott, mert esze volt nagyon. Igen. Mari nem lett rossz előadásra ültél be, és az volt maga a mű, egy színházi újítás volt. Igen, által ültél a színpadnak. Akkor viszont óriási. Azt mondja, Viki, fordulj meg, mert itt mögöttünk van a színház. Így zajlik az élet. Így van. Nincs annál jobb egyébként péntek este beülni egy olyan darabra, amit ketten játszanak, megnézed, hogy miért rossz a házasság, ki kicsal meg, és aztán utána mi történik. Tehát egy nagyon vidám. Hát te nem tészted meg, mert feléni elmentetek azt, hogy ne felejtsük el, hogy lehet, hogy a vége az panádés volt. Lehet, hogy a katarzis. Hát mondjuk egy ilyen felvezetés után katarzis, már nem annyira kíváncsi az ember szerint. De ezt tudod, amikor hogy belemész, és na majd most egy jó színházi darab, és egy jó vacsora után, és így ülsz a nézőtén, hogy atya úristen, két szenvedőm, mert akik egyébként kiválóan alakítanak, és nagyon jó, hát ugye arról szól, hogy 20 év házasság után mennyire eltávolodnak egymástól, meg nincsenek gondjaik, de mégis, és akkor a végén a pasi félrelép egy fiatalabb, tök standard story, és akkor végén lelép, de aztán visszamegy, és rájönnek, hogy megöregedtek, és elment mellettük az életet. Nem volt ciki elmenni a felénél, nem érezted, hogy most ott fölállunk a darab közben. Nem, hát tudod, a felénél van egy szünet. Hallottam már róla, hogy állítólag ott van. Hogy felkapcsolják a lámpát. Tudom, akkor van a büfé. Hát csak én nem megyek be, tudod? Tehát én mindig megvárom kint a békát. Ott mindenki kijön a színházból. De hogy nem mész vissza, nem ciki, hogy azt... Nem volt ilyen, sziasztok! Hát Feri, nem úgy jöttünk. Nem köszönsz oda? Ez szerintem nem jó, szevasztok, hello! Hát amikor a tömeg ugye feláll, akkor te is kulturáltan felállsz. Vegyülvel elhagyod a színpad, a belső termet, és kimész ugye a büfébe, és a ha venné még egy kókuszgolyót, de nem. Nem kell úgy csinálni, kisétálsz az utcára, veszel egy nagy levegőt, csóhajtasz, és elindulsz a humuszbár irányába. Tehát nincsen semmiféle. Itt csak az nem volt kell zavartan viselkedni, körbenézés, kilopakodni. Hát az nem olyan, nincs benned egy ilyen. Hát azért én már ennél szagoltam több puskaport is, mint egy színházban féljek attól, hogy mit szól a közönség. Most a három néni ott szegény. Egy csomó ismerős arc volt a humuszbárban, tudtam, hogy ők is a színházban jönnek. Ti is? Mi is? Itt nem kellett foglalkozni azzal, hogy mit szól a közönsége, mert a második felmáson már csak hárman ültek bent. A három hölgy, akik az elsőn nem figyeltek. Igen, ők észre se vették, hogy mi volt a darab. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Elcsípett, kihallgatott beszélgetések. Mit hallottatok? Utaztam a 4-es villamoson éppen munkából hazafele. Igen? Jászai Mari téren fölfelt egy nagyon kedves dekoratív hölgy reggel, és kezdtem mesélni éppen telefonban valakinek, hogy milyen izgalmas dolog történt vele. Sikerült kinyomoznia, hogy a minisztériumban, ez a honvédelmi minisztérium, ki volt az, aki kiszivárogtatta a Gripen szerződéseket, a részleteit. És ezt ő telefonon mesélte, vagy beszélgetett valakivel? Telefonon beszélte. Telefonon. És hát ugye elég zajos a villamos, úgyhogy elég hangosan kellett, hogy beszéljen róla. Fél villamos szerintem hallotta, amit ő elmondott, tehát onnantól kezdve már szerintem meg volt, hogy kiszivárogtatja. Nagyon jó, nagyon jó. De Terike, senkinek egy szó, ez nemzetbiztonsági ügy. Köszi, hogy elmondtad. Azt mondja, nekem a színházban kellett végighallgatom, hogy az előadás végé egy férfi a sikeres műsorai, valamint a sztori díjairól. Én vagyok, megint én vagyok a jelölt. Azt mondtam, hogy én vagyok a Playboy szerint az év média személyisége. Egyszer egy buszon végighallgattam, hogy a srác könyörgött telefonon a barátnőjének, hogy ne hagyja el, amiért megcsalta. Egy halomnyi romantikus dolgot felsorolt, mi mindent tenne meg vele, hogy megbocsásson neki, erre én nem bírtam ki mosolyás nélkül, miután letette a telefonos ház, rám nézett, és azt mondta, veled is megtenném. Hmm.
Aha. Ajajajajajajajaj. Karamell koncerten hallgattuk végig a mögöttünk ülőktől, hogy a főnökükök kapták egyeket karácsonyra, és pukkadjon meg, hogy ezzel szúrta ki a szemüket, majd azt, hogy a cégnél kijött össze kivel, kiszakított, kicsalja a feleségét kivel, majd azt, hogy az egyikük lánya válik, végül pedig, hogy hogyan sütik a palacsintát, hogy tutira ne ragadjon le. Ez egy fontos info. Nem, hát a palacsinta, izé. Igen. A férjem szólt rájuk, amiért a többi néző hálásan tapsolni kezdtek, mire duzzogva hazamentek. Ismerősöm a Zene Akadémiára járt koncertre, mögötte két nagyon elegáns hölgy, masszívan sütemény sütött elméletben, cintányér, zenében pillanatnyi szünet, hátulról ezt hangzik. Most ütött bele a két tojást. És most, hölgyeim és uraim, Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Ez itt a Best of Morning Show. Itt van már ő, sűrűn kereszteketet és imádkozik. És azt mondta már előre, hogy köszöni a meghívást, mi annyi pontunk, ha utólag is így gondolod, akkor lehetsz igazán elégedett. Itt van velünk Kozsó! Kozsó, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Heva! Újra itt, a nagy csapat között. Ha nem látnák, akkor is tudnák, hogy megérkezett, mert megint túlfújta magát. Nagyon durva, visszanőtt a tincsed. Én azt hittem, hogy ezt így letetted, de most mi nagyon régen nem találkoztunk, és én nem is láttalak nagyon, és most konstatálom, hogy újra ott van ez a kis... Kőkeményen, hát már séróban meg volt ez hozva, csak befonva nem volt, de mivel a közönség, a rajongóink nagyon-nagyon akarták, nagyon-nagyon szerették volna, ez újból kultusz lett, tehát ez, így érkeznek meg a koncertre, hogy megcsinálják ezt alumíniumból a Kozsó jelet, a Kozsó félból. Ahelyett, hogy megvennék tőle. Megcsinálják szívószálból. Szívószálból, tehát az élelmes magyar ember, látod, amikor akkor ezer ember érkezik meg szívószálas tincsel, szóval nagyon brutális. Nem lehet, hogy kicsit ez olyan, mint az Uhrin Benedek, érted? Tehát, hogy azért csinálja meg szívószálból, hogy kicikizzen. Nem. Én már úgy érzem, hogy azért, mert nincs hosszú haja, ez azokra vonatkozik, tehát az ilyen sérülő srácok, akik jóképűek, de rövid hajuk, mint te vagy. Köszönöm. A lányok viszont, akik hosszú hajjal érkeznek, ők befonják színes tincsekkel, úgyhogy nagyon-nagyon megtisztel. De inkább ez azt mutatja, hogy a magyarok ismét leleményesek, tehát nem csak ti vagytok nagyon leleményesek, hanem a magyar emberek is külön. Gyerekek, csak egy kis életkép arra, hogy Kozsó, hogy néz ki, ugye egy fekete baseball sapka strasszos emblémával, ez nem tudom, hogy szimbolizál-e valamit. Igen, minden, ugye, valamiféle indián... Japanese szimbólum, ez a szeretet és a béke. Béke, azt hittem, hogy valamiféle indián kultúrkörből jött irokéz sámájjel. Azt másképp fogják kapasztófelni. Egy napszőnyveg, fekete baseball sapka, egy póló, kicsit ez is ilyen strasszos, ugye egy hatalmas nagy angyal, arkangyal. Három és ezüst van rajta, most úgy látszik a perui vonalat nyomja. Szabadságszobor, kicsit más típusú ábrázolás van, akkor azt kell, hogy mondjam. Szabadon, és hát mindenféle karkötők és láncok, és hát olyan kozsós. Óra. Az óra, az egy kamutájföldi brighting. Kettőt hoztam 10 000-ért a múltkor. Az egyiket a gyerekre adta. De ő is kiszúrta, hogy de legalább nem kell félni, mert hogy leveszik a kezemről. Igen, úgyhogy az embernek most már levágják a kezét konkrétan, ugye amilyen állapotok vannak Magyarországon, hát így veszik el az órát. Na, Kozsó, apropója van annak, hogy meghívtunk. És tudom, hogy te ettől kicsit tartasz, de ugyanakkor én nagyon bátornak tituláltalak téged, hogy te idejössz, és ezt így bevállalod. Mert rájöttem arra, hogy három ilyen arccal, amíg tik vagytok, és amilyen barom jó műsorokat csináltok, csak úgy lehet túlélni egy ilyen dolgot, hogyha én élőben próbálok védekezni. Hogyha nálam is vannak íjak és különböző felszések arra, hogy visszalőjek néhány dologra, mert a telefoninterjún el lehet érezni könnyen. Ott az egy kicsit könnyített pálya nekünk, így azért egy fokkal nehezebb, de nem akarunk se bántani, se megmarni, se egyébként abszolút semmit, tehát ilyen célunk ma nincs. Aztán meglátjuk, hogy alakul a beszélgetés. Jöjjön az első kérdés, miért? Miért kell lesz? Miért nem hagyod már abba, dehogy is nem. Figyelj ide, azt hallottuk, hogy neked új lánycsapatod készül. Ez igaz, elkészült, keresel-e még valakit, majd elmondjuk azt is, hogy miért. Mi igaz ebből a hírből? Hát most közben elment a hangom. Szóval készül egy vadonatúj lánycsapat, kőkeményen, olyannyira, hogy a dalok már teljesen kész vannak, viszont egy hiánnyal küzdünk, egyetlen egy lány még kell, hogy kiegészüljön ez a kis csapatocska. Nagyon-nagyon komolyan a februári időszak óta válogatjuk ezeket a lányokat, és nagyon-nagyon komoly trenírozásban van részük. Mi a casting?
Hát éneklés, táncolás, esztétikai megjelenés, különböző kérdések. Tudod, mint a szépségkirályú választáson, hogy azért megnézzük, hogy van-e még azért IQ is mögötte, hogyha meglátsz valakit, aki bombázóként megérkezik. És egy hétvége veled kis... bükkfürdőn. Ezt akartam kérdezni. Egy négycsillagos wellness hotel. Nem, a kisugárzás nagyon-nagyon fontos. Nemzetközi projektről van szó, amit külföldi producerekkel készítünk együtt, és ami nem csak arra hivatott, hogy Magyarországon hódítson, hanem mindenhol végre Magyarországról. Én úgy érzem, hogy vannak itt annyira tehetségesek a magyar lányok, vannak annyira dögösek, és vannak annyira beszólósak. Szóval most ez egy kőkemény vére menő lánycsapat, ahol igenis beszólnak minden egyes szavukkal a férfiak. Ezek meg mennek, ezek a csapatok? Nem, hogy mennek, hanem tömegőrület van. Tehát akárcsak a fiú csapatok, és itt a GLS-től kezdve sorolhatnánk jó néhány olyan fiú csapatot, ami ott van a top is, az első 5 helyezettjén, de akkor egy picit most itt én mondanék rosszat. Tudatok, azt hiszem, hogy nem vagy fölkészülve a nemzetközi toplistákon, milyen zenekarok vannak, mert fiú zenekarban... Mert ezeket a toplistákat csak te ismered. ezek bravo toplisták, ahol azt nézed, hogy rajta vagy. Oké, szóval igenis, nagyon-nagyon-nagyon mennek, hiszen nézzünk a Pussycat Dolls-tól kezdve, azért a Saturdays-en át nagyon sok lánycsapat hódít, de nem is akárhogy. Tehát olyan ráéhezés van újból az embereknek, a fiú és a lánycsapatok. Természetesen nem abban a formában, hogy csak shamingben ott állnak és lobognak és mondják, hogy hello, no. Nem ez a kategória, hanem egy új dimenzió. Szegény Brandon. De a lényeg az, hogy a lányok nagyon-nagyon kemény kiképzésen vannak, már katonai kiképzésen vesznek részt, tehát ezt szó szerint lehet érteni. Hány oldalas a szerződésük? Figyelj, most redukáltuk, tehát a szerződést redukáltuk 24-re. 24 oldal. Viszont az osztás az máshogy megy. Viszont nagyobb lapra írtuk, tudod? Jár-e pénzlevonás azért, ha felveszik a plusz állatot, mint a Shy Guys korában? Hát ettől komolyabb. Ettől komolyabb. Ettől már komolyabb. Nem ettől komolyabb. Ez egy halálosan komoly dolog, amit te kifigurázol. Ugyanis gondolod, hogy amíg egy sztár azzal foglalkozik, hogy veszekszik azon, hogy a Maci az övé, vagy a Nyúl az övé, és összeveszik a Julian meg a Brandon azon, hogy ki veszi föl melyik állatot, addig nem a közönséggel foglalkozik, hanem nevetségesíteszi magát. De ha ott hagyja az állatot, a ródok jönnek, felszedik, összepakolják, majd ők kimennek megköszönni ezeket az állatokat, akkor a sztáros művelet. Tehát gyerekek, itt nem lehet hibázni. Tehát ez egy olyan világ, ahol valóban a profizmus tud győzni. Igazam van? Igen. Most ezt még te sem tudod befikázni, tehát hogyha... Nem, én csak magát a szituációt látom így már magam, mert vicces én vizuális típus vagyok. Kozsó Istvánhoz tartozom. Na lányok, meghoztam a szerződést! Itt vannak a kötelezettségek! Jaj, a jogok hol van? Valahol lefújta a szél. Viszont fegyvert nem tartasz senkinek a fejéhez, hogy aláírja, és mámorral is boldogan olvassuk át és értelmezzük együtt a szerződést természetesen, és itt nem is a szerződés, hogy minden szerződés annyit ér, mint mögötte az ember. Én ezt úgy tartom, tehát hiába iszta bármiféle szerződést, az ember ki akar szállni, hogyha meg akar szegni, akkor úgyis megszegi. Itt a munka a fontos, az, hogy végre fantasztikus dolog készültek, hogy végre újból egy kicsit megrengetjük a földet, hogy Kozsó él és virul és létezik, és az álmokatok dübörög. Hogy elindulnak egy... Azt gondolom, hogy dolgozik az adrenalin. Kozsó come back. Kozsó visszatér. Újra a házban. Újra itt van. Mennyi perc? Jó veletek, gyerekek. Tehát csak átveszem azt a mentalitás és azt a pörgést, amit ti produkáltok, és ez tényleg valóban, ez már csak akkor lenne jobb, hogyha még játszanátok is bennünket. De egyébként semmi gond. Én őszintén kíváncsi vagyok a lánycsapatra, mert egy valami ez mindig, na jó, nem, sok dologhoz volt érzéked, de egy valami ez mindenképpen, a csajokhoz mindig volt szemed, és azok a bandák, akiket összeraktál, jól néztek ki. Jó nők voltak, és ha le is halkítva a tévét, de én mindig néztem a tévét. Lehet, viszont egyet el kell mondani, bármit lehet elmondani a csapatokról, Mahasz aranyzsiráv díjtól kezdve a platina lemezig, azt nem adják ingyen, azt nem kakilom. Platina koaláig, minden. Igen. Szóval azért mi az új csapat neve? A lánycsapatnak a neve? A lánycsapat neve Jukebox Babies, JBB. JBB? ESPCB? Jaj, Istenem, beleköptem a mikrofonomba. Hagyjatok új szívacsot. Ne, most komolyan, mi a neve? Tehát Jukebox Babies. Aha. Hát ez tényleg külföldi piacra készültek. Ez abszolút international. Az egyik ez egy haladó középfokú angol ismeretet is megkötve. Csak annyira, mint a Pussycat Dolls. De most ezt a rakatsz a szendenszeni, tehát ki tudják mondani? Most nem miattuk mondom, hanem miattad. Jukebox, ki tudják mondani? Jukebox Babies.
Babies. Ki tudják mondani, mint hey, hogy ki tudnak mondani bármilyen lehetetlen új előadó nevet, hogyha belegondolsz, aki most éppen a nemzetközi porondon röbdösnek, például a Kisát is, pedig azt se úgy kell mondani, hogy Iran, és ott a dollárjel, ami megtévesztheti az embereket, de utal arra, hogy jól megy a produkció. Szóval itt is azért gondoltunk arra, hogy itt azért egy nagyon komoly ellenfele legyen végre a Pussycat Dollsnak világszerte. És ennek lesz egy magyar neve, plusz lesz egy külföldi neve, nem, vagy ez a név. Mint ahogy említettem, van egy amerikai producer és van egy magyar producer társam, tehát hárman csináljuk a produkciót. Úgyhogy, és egy nagyon komoly menedzsment, ami szintén vicces, de Flathead Monkeys, ez a nemzetközi menedzsmentnek a neve, és hát itt gőzerővel dübörög akárcsak a Rumba I Love, az én amerikai projektem. Úgyhogy én mindent hoztam, hogy világpremiért, hogy csináljunk egy olyan műsor, gyerekek, hát őrület van a Klassz FM, megérkezett Kózsa, és akkor csináljunk egy kis pörgés. Jó, hát azért megvan az ára, nem gondolod, hogy hármat hoz azért. Az se a hiba, vicc. Ki az amerikai producertársad, Zed Key? Nem, ez már a skizofrénia esélye, Kozsó. Igen, tehát az a kulcs, hogy önmagammal karöltve csinálnám ezt a dolgot. Nem, van egy nagyon komoly úriember, akinek most itt a nevének nincs jelentősége igazándiból, hiszen ő csak háttérmunkás, háttérmilliárdos, aki támogatja Jó Nagy Amerikai Projectnek a működését. Úgy hívják, hogy Kulió. Nem, az Edki az én vagyok. Azt tudjuk, jó. Ja, tudjátok, nem, hogy ennyire híres lehetek itt köztetek, hogy az Edki. Jukebox baby. Hogy fogják majd mondani néhányan? JBB. Tessék? JBB vagy csupasz bébik? JBB. Csupasz bébik, nem? JBB. Van felső korhatár? Olyan 28 évben lőttük be azt, 28-30 van. De úgy tudom, hogy kerestek még egy lány. Még egy lány. Még egy csaj kell. Aha. Pontosan. Egy csaj még, tehát meg vannak már hárman, négyen, de még egy lány kellene. Hárman vannak. Ja, ketten vannak és hárman lesznek. Hárman vannak és a negyedik lány kell. Jó. Négyen lesznek? Hú. Sok. Próbálkoztunk hattal, de Magyarországon annyira nem könnyű összeszedni hat lányt, aki utána együtt is tud dolgozni. Meg nagyobb busz kell a szállítás, macerás. Ja, tehát erre nem is gondoltam. Több felé ugrik a gázs. Egyértelmű. Több szerződés, több gázs, nem jó. Na figyelj, a Csubakka Babies-be akkor. Ahogy írja Baton. Köszönöm szépen. Nagyon kedves, hogy ilyet. Jukebox Babies. Az a Csubakka Babies, csupasz baby. Lenne egy alternatívánk, mert van egy valaki, aki nagyon szeretne bekerülni egy lánycsapatba. Még van egy felvétel. Ha látod a jelentkezőnket, nem fogsz már jelentkezőket keresni. Ha megtudod, hogy ki az az ember, aki jönni akar hozzád. Milyen meglepetés szereztetek akkor? Annyira behagyott. Semmi, teljesen ártatlan. Készülök, kapaszkodom. Semmi. Hát igazából az a durva, hogy már láttad is, mert hogy az előbb itt állt melletted, nézted a tincsét, fogtad, ő nem más, mint Kövári. Én azt hittem, hogy végre megérkeztem haza. Otthon vagyok, és itt mindenki tincsel fogad, és ez így meg is lepett. Na most csak megmutatom, hogy ugye miután Anett kiábrándult az autóversenyzésből, így most már valami egészen más szeretne. Csinált egy tincset. És szeretnénk egy élő castingot, hogy megmutasd, hogy zajlik, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy énekeljen, táncoljon, letesztelheted, hogy mennyire ismeri az álmokfutókat, kérdezhetsz két dalszöveget, hogy folytassa. Ugye hát fontos ismerni például az álmokfutókat. Nem ahhoz, függ össze. De kell, hát gondolom azért lehet, hogy jó. Ne itt van ő. Nem függ össze, tehát ez egy önálló projekt, itt az a lényeg, hogy ő milyen. Hogy ő milyen, nem? Mondom, hogy mindenek előtt válasszunk nevet. Tehát az nagyon fontos, hogy legyen egy művész nevem. Általában én is szoktam adni. Kövári Anett. Ugye? Hát ez adott. Miért te találtál már magadnak nevet egyébként? Hát, mondjuk én a Stone Diamondon. Kicsit pornográf. Azt gondolom, hogy picit, akkor hívjuk Rokkót inkább. Nem rossz, mert már sugal a férfiaknak valamit. Na nem ezt keresjük. Tehát ez másik casting. Ez itt most én. Hogy hívják a csajokat ebben a zenekarban? Tehát ez nagyon nem jó. Gondolkozunk máson, majd én rád nézek. Finoman kikerült, hogy hívják a csajokat. Tehát adjunk egy borítót, hogy meg tud nézni. Nem is az a lényeg, hogy őket hívják. Hanem a csapatot, hogy hívják. A csapatot, jó. Tehát, hogy itt nincsenek. Egyéni. De vannak. De vannak, de... Ne támadj. Vannak. Igenis, egyéniségek, hiszen de pont arra szól, hogy végre... Csak annyit kérdeztem, hogy hívják a csajokat, én nem akarok támadni. Lehet egyénieskedni, otthon gyerekek. Ez egy profi munka. Velem nem szarakodik senki. Megalkotjuk a nevét a végére. Tánc kell és ének, ugye? Hát az ének az elsődleges, természetesen, hiszen énekes nőt keresünk még, úgyhogy de most itt élőben szeretnénk akkor hallani, hogy énekes utána, hogy mozog. Vagy együtt mind a kettő. Ha ez megy.
ha ez megy. A befúvást, a levegő befúvást, hogy ne izzadjál le, tud, mint hogy a nagy sztárok szokták csinálni, ezt rögtön megoldják. Balázsék, mert ebben a stúdióban minden lehetséges, hölgyeim és uram, itt a Klassz FM stúdióban minden lehetséges. Tehát hőlégbefúvás, hő, levegőhűtés neked, minden, amit akarsz, hogy a séród az jobban álljon például. A kincs jobban látszódjon. Nem vesszük el különböző látványelemekkel a figyelmet arról, hogy hogy énekel. Koncentrálunk a zsenére. Ének mit akarsz? Készültél valamivel? Volt az Álmokfutóknak egy gyönyörű slágere, annyira jó lenne, hogyha ezt megtalálnál. Meghalok egy csókodért? Nem, a lassú, a holdas dal. A hold némán átkan. Jó. Mikor a szellem. Mindjárt leosom a benzinet. Sozzátok be a szememet, hogy elterejét a figyelembe. Oké, Anett. És abban van egy ilyen unázós néz. Nem unáz. Na, hagyjuk, hanem a szexet. Luna, a holdnak az egyik neve. Luna. Kozsó, először lejátszunk egy részletet belőle a Klassz. Mindjárt fél öt és felkelek, ez csak egy álom. Ez a szomorú szamuráj. Hoppá! Figyelj! 3, 2, 1. Imádlak! Szomorú szamuráj! Van hangja! A szöveget! Hát van! Csak harcol értem! Harcol értem! Na, figyelj! Szomorú szamuráj! Földöns égen! Földöns égen! Még egyszer! Ha. Igen! Szomorú szamuráj! Nagyon jó! Halló, van még itt hallgató? Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy újabb terv. Ha gyűjtünk egy kis pénzt, Fapados űrutazás jön, olvastátok? Szenzációs a dolog. Tudod, mennyit kellett eddig fizetni azért, hogy föl tudjál menni az űrbe? 3-4 milliárd forintot. 12 millió forintból már úgy néz ki, hogy a 2014-es vagy 15-ös évben föl tudsz menni egészen magasra, hogy már lásd a Földnek a görbületét. Lehet, hogy csak még 16-ban indul. És mitől fapados? Csak oda? Igen. Vagy állójeggyel. Állójeggyel. Nem. Ugye eddig kb. 20 millió dollárt kellett becsengetni, hogy mehessél. Na most az, a 20 millió dollárhoz képest a 12 millió forint azért az meglehetősen fapadosnak mondható. Május 17. És a Föld légkörének legfelső rétegeibe visznek el, ahonnan már ugye látszik a halvány kékség, látszik a feketesség, és 8,5 órát utazol egy körülbelül 60 ezer dollárnak megfelelő összegért. Ez nem egy nagy összeg, ahhoz képest, amennyi volt mondjuk 4 milliárd forint. Hát sőt, nagyon olcsó, de azt hiszem, hogy utazol egy min? Egy léggömbön. Mi? Kicsit fapados egy nyomorult, egy űrhajó. Egy léggömbbel visznek föl. Tehát az űrutazás lényege az, hogy egy 1,1 millió négyzetméter feletű léggömböt 2 óra alatt érik el a kb. 30 kilométeres magasságot. Ez a stratoszféra határa egyébként. Ott te fotózol, van wifi a kabinban, azonnal tudod posztolni a fotóidat, és utána szabad esésbe jössz le egy 4 percig, leoldják a léggömböt, maga a kabin egy 4 perces szabad esésben lejön, és utána valóban becsapott az arizonai sivatagba. És ez 12 millió forint. A 4 perces szabad esés azért az vidám. A 3,5 perc, 4 perces szabad esés van, igen. Amikor az utasok megtapasztalják, hogy milyen a súlytalanság. Mert akkor ugye valahogy olyan íve jössz le, hogy 0G van, esel, és te közben súlytalanul repkedsz. Utána nyit egy ejtőernyő? Utána van egy fékezőernyő, igen. Magát a kabint lefékezik a fékezőernyők, és becsapódsz az arizonai sivatagba. Ez már nem tűnik elérhetetlennek. Sok a 12 millió, nem azt mondom, de a 4 milliárdhoz képest ez nem rossz, nem? Nem a pénze sok, hanem azért, tehát hogy 4 percig esel a föld felé. 4 percig súlytalanul repkedsz ott, mondjuk tized magaddal, igen. Azt nem lehet esetleg kérni, hogy mondjuk az óceánba esünk, és ne az arizonai sivatag, mert valahogy nekem az egy picit olyan döccenősebbnek tűnik. A homoktompi. 50 méter felett már azt mondják, hogy mindegy, hogy víz vagy beton. Tehát ha a stratoszférából érkezel, akkor ne gondold azt, hogy a hullámok téged. De legalább a tudat. Igen, a hullámok téged olyan szépen elnyelnek. Na, azért az Anetka milyen magasan volt? 158 az. 160-162 cent, igen. Ha magas sarkú, 170. Ő felment valamilyen leszakadt miggel, nem? Azért annyira nem. Szerintem annyira nem volt leszakadt az a mig. De... Hát valami ilyen 254-esre fölültetek, és akkor valahol fölment, ott csinált 2 fotót, elment ugye Csillagvárosba, készült kicsit, igen. Csak hogy tudjuk, hogy magasabban lennénk, mint a Netka, vagy aki fölment. Szerintem körülbelül ugyanaz. Körülbelül is ilyen 30 kilométert karcolt alulról? Igen.
Láttam fotókat, gyerekek, ez szenzációs. Tehát ott az egy olyan misztikus élmény lehet, meg egy annyira földön túli, hogy ott szerintem amikor azért... Amikor egy neglizsébe takarított? Amikor ült a Budapest TV-n egy bőrkanapébe egy hatalmas nagy Antarktisz méretű terpesszel a lába között, és betelefonálókkal beszélgetett, arra emlékszem egyébként, igen. Vagy mesztelenül tornázott. Emlékszem, igen, szép idők voltak. És elindultak a kalapos vizék kutatók a dzsungelbe. A Budapest TV-n akkor egy generáció szocializálódott. Zseniális, tehát, hogy volt. Zseniális volt. És azt lehet kérni, hogy Lexike legyen az idegenvezető. Lexike Space Project elvezeti. És azon gondolkozom, hogy befizet 12 millió forintot, mi van szar a társaság? Hát figyelj, 8 óra azt azért ki lehet bírni. Pesgőt kapsz, koktélt is kapsz, és benne van az árban a 12 millió forintban az utaskísérő rövid eligazítása. És állítólag már látszanak a fénylő csillagok. Hát azért az... Most 8 és fél óra lett egy rövid eligazítás. Hát ez csak egy rövid eligazítás. Rövid, de fontos. Azt ne húzza meg. Mondom, ne! De mi egy ilyen űrutazás? Mi az eligazítás? Hogy jön egy sztyubi, és akkor nyakába tesz egy ilyen mentő mellényt, és ugyanúgy megfújja, mutatja a vészket. Hogy kell elképzelni? Mit tudsz csinálni? Tehát mit kell rajtad eligazítani? Bármit te ott meg tudsz majd oldani önerőből? Vagy meg tudod menteni a helyzetet? Miről szólott egy eligazítás? Ugye, tehát olyan nagyon sok mindent ott nem tudsz csinálni. Nyissa ki a száját zuhanás közben, az fontos. Nehogy a nyomás. 2006-ban nézem, Anetka egy MiG 31-essel ment fel 30 kilométerre. Igen. Hát akkor ő is ott volt. Ott. Az hogy csinálta akkor ő meg? Vagy oda valaki befizette? Beült, becsukták a tetejét. Na jó, tehát nem minden. Gyújtást adotta. Gyújtás, egy hidegindítás. Ízító gyertek, kicsit melegedtek. Nem, én azt hittem, hogy valamilyen bagatel magasságban volt. Mint ami mi vagyunk 10 000-en az utasszállítóval, ő meg fölment 13 000-re, és akkor ha ő fölment 30 kilométerre, hát akkor az ott a stratoszférának a teteje volt. Na most azért érdekes, mert komoly kiképzést kapott, tehát most ide meg nem kell kiképzés? Bocsánat. Hát igen, ő kiment Csillagvárosba, és igen kiképezték. Bocsánat, hogy tiszteletlen vagyok, éveleje van, ha megengedni még meg magamnak, ugyan, hogy volt, hát kijavítanálok benneteket. 45-55 kilométer magasságba jutott el a mozgási energiának köszönhetően. 30 kilométeres magasságig emelkedtek a hajtóművek segítségével, de ott kikapcsolták a hajtóművet, és a mozgási energiának köszönhetően, mondom, 45-55 kilométer magasságig emelkedtek a MiG 31-jel. Lehet, hogy nem így tervezték, de ezt lehet, hogy ezen már a pilóta is csodálkozott. Ütögette, hogy nem kéne ilyen magasan lennünk. Olyan is tervezett a műszerre. Igen. Mert miért nem osztok kettő? Tehát akkor fölmentek majdnem 50 kilométerre? Igen. Tehát akkor befizesz 12 millió forintot, és nem tudod lepipálni Anetkát. Hát, nem is lehet. Mi van? Hát, hazamegyek, elolvasom az egészet. Figyeljetek, aztán onnan 18 kilométeres magasságig zuhani kezdtek, ebből a következően 8 percig voltak a súlytalanság állapotában folyamatosan. De az nem zuhansz, tehát a súlytalanság az nem a zuhanás. Hagyd, javítsak ki olyan dolgokat, amiről fingotok. Ami egy olyan balgasság, hogyha űrutazni akarsz, a súlytalanság nem zuhanás. A súlytalanság az, amikor a súlytalanság állapota a zuhanásból következett. Tehát a súlytalanság, meg a zuhanás, az nyilván nem ugyanaz. Ebben osztom a nézetet. Figyelj, most két asztrofizikus meg. Figyelj, milyen magasabb beszélgetés lesz ez. Kedves kolléga, hadd javítsam ki, a súlytalanság nem a zuhanás. A súlytalanság az, amikor 0G van. Tehát ugye most te állsz 1G-vel. Ez az 1G. Van a negatív G, van a pozitív G. Lefele mész, fölfele mész. A súlytalanság, amikor a plusz 1G meg a mínusz 1G kiegyenlítődik, és 0G-ben vagy. Az a súlytalanság. De akkor te nem zuhansz, hanem egy ilyen parabolisztikus, nem tudom milyen pályán esel lefelé. De nem fejjel lefelé zuhan, mint ez a telefon. Ha ezt most lejtem, érted? Hanem elindul, és egy ilyen parabolikus íven, így szépen egy íven jön le. Akkor van 0G, kiegyenlítődik az 1G. Vadon professzor úr? Ez a telefon, ez itt a kezemben, ez 0G. Nem, ezt így elejtem. Ez nem 0, ez nem, tehát ez a zuhanás, de ez nem 0G, mert hat rá a gravitáció. Tehát ez akkor mínusz 1G-vel rohan lefelé, vagy 2. Hát ez most mínusz 2 kiló. Ez most mínusz 140 000 volt, igen, betört a kijelző. De egyiket a súlytalanság állapotát, azt lehet reprodukálni akár bármikor egy sportrepülőgéppel is. Igen, na ez a sportrepülőgép, tehát én amikor Bessenyevén repültem, akkor megmutatta, hogy most ugye azt mondja, hogy súlytalanság, és egy ilyen szépen egy ilyen lefelé ívelő pályán hozza le, és akkor a kezed elkezd fölfelé emelkedni. Akkor van 0G rajta, tehát nincs rajtad G. Az a súlytalanság. Vadon professzor, cáfolja ezt? Nem, egyet tudok érteni. Ez a súlytalanság. És ez 4 percig éled át? 8.
8 percig? 8-ig, 2x4. Hát ez úgy volt, hogy 4-ig a pilóta, 4-ig az Anett, így 8. De nem, mert azért ott, nem, azon gondolom, hogy milyen, amikor ott egy sztyuvival, meg egy pesgős üveggel, meg pesgős porra, akkor ott 8 ilyen multimilliómossal azért ott finoman ellebegsz, nem? Kicsit odaúszol a levegőbe mellé, kicsit visszaúszol, hát annak azért van egyfajta, hatal rámennek a sztyuvira, mert már kicsit berúgtak, a sztyuvi is ott elleveg, vagy le vagy kötve, és úgy vagy súlytalan, mert az úgy elég nyomorult, nem? A súlytalanságban az orgazmus is tovább tart? Persze. Nem, csak könnyebben tudod arcon lőni magad. Igen, és nehezebb terbejteni, mert sokkal tovább tart az út. Illetve el tudod kapni a levegőben, és meg tudsz vele dobni. Én annyira kipróbálnám ezt. Magát a súlytalanságot. Mindig, amikor látok űrhajósokat, annyira irigykedem, mert annyi humorforrás van benne, hogy te mit tudsz elengedni, meg hogy tehát, amikor a könycsepp ugye elindul a szeméből, kijön, és ott lebeg előtted a könycsepp, a vízcsepp, ugye, vagy megmutatták, hát, hogy ott... az a baj, hogy minden csepp. Igen, egyéb cseppek is. Azért egy tűszentesz egy nagyot, és hogy mindenki elkezd menekülni a kabin másikra. És én így átdobom neked a zsebkendet, hogy rohagy meg. De azt az orosz űrhajósok megmutatták, hogy ugye egy szatyorba kakilnak. Tehát az úgy néz ki, hogy ő letolja a nadrágját, fogja a kis szatyrot, és ha nem talál bele, akkor még kézzel utána tudsz nyúlni, és vissza tudod rakni az acsiba. Zacsival elkapod. Mondjuk ott azért milyen nagyot... Elkapod. Még Feri elmenne vécére, mi azért ott egy nagyot teviszeznénk, nem? Kapdosnáltam. És kézzel, amikor visszafordítod, mert ugye nyilván nem csekkolod mindig, hogy mi történik bent a kabinban, és kézzel, hogy a műszerektől érted, visszafordulsz a kis jegyzettömböddel, és a fordulsz meg is szépen lassan, és egyszer csak azt látod, hogy valami már nagyon közel lebeg az arcodhoz. És először így nézed, és azon gondolkozz, hogy vajon mi ez? Fel trüffel. Vagy a pilótáknak még pempőt kell fogyasztani? Igen, és így megpróbálsz előle kijönni. Így, és megpróbálsz aláfordulni. És a szerencséd van, így elúszik így a feladat. Igen, és ekkor én megérkezek egy lepkehálóval. És megpróbálom szépen finoman visszahúzni. Próbálod figyelmeztetni a hölgyet, aki még ott van veled a kabinba. Vigyázz! Nagy esdó! A súlytalanság alatt nem lassan ja, mondjuk hang. Mondjuk igen, miért beszélünk úgy, mint a hülyék? Yeah. De a súlytalanságnál vajon ugyanúgy tudsz beszélni, ugyanúgy, nem? Igen. Tehát nincs ez, hogy vigyázz, kaki! Viszont a mozgás, igen? Azért az nehézkesebb. Az nehéz. Az sokkal nehezebb, igen. Főleg egy hasmenés esetén. Hát próbálj meg egy szatyrot magad alá rakni. Hát gondold, de mire beszakkörözött saját magad alá, egy ilyen félig lebontott, de ilyen teljes szatyrot. Úgy akkor megpróbálsz, nem tudod, hogy jó helyen van-e. Akkor elindul a dolog, ha egy pici darabot meglátsz, már látod, hogy a szatyor nincs jó helyen, megpróbálsz igazítani, ugye hátrébb húzod, igen. Akkor előindul el van, mert azért az egy macerás dolog ott fönn. Mi van, 12 millió forintért rányjon a szarás? Bocsánat. Akkor mi van? Na, 12 millió becsengetés, ott szarod össze magad a többiek előtt. Azért az milyen kellemetlen. Akkor azt bemész egy súlytalanság ilyen WC-be, és akkor ott megmutatják, hogy ezt hogy kell. Mert ott egyet, most hát 8 órát vagy fönn. Nagyon buta laikus kérdés. Hát csak van budi. De ti okosak vagytok is, hogy ott van fönnszag? Ez egy jó kérdés. Tehát terjed. Szag van, persze. Hang nincs, szag van. Mi hang? Mi nincs hang? Hol? Hát fönn az asztrofizika professzor. De a világűrben nincs hang. A hajón belül van, mert ott van levegő. Tehát mindent hallasz. Így van. És érzel is. Igen, csak annyit hallasz 12 millió kukoricát, nem is ettem kukoricát. Hallasz egy irgalmatlan recsenést, és ne, a napeleme, ja? Csak. Nagy a baj. Tényleg, hát azért ott ehhez képest, így 12 millió forint, ilyen kalandokat tudsz átélni, azért nem egy akkora összeg, nyilván sok. De hát akkor ott kapsz egy eligazítást, hát azért ez nagyon sok humorforrás. Ami hárman fölmennénk, hát. Szerintem jól szórakoznánk. Főleg abban a 4 perc súlytalanságban, nem? Hát igen. Főleg, hogyha mondjuk mi egy olyan géppel mennénk fel, vagy olyan űrállomásról, beüzemelnénk az első vízöblítésest, hogy még nagyobb legyen a baj. És ők így dobáloznak egymással, azt láttam. Szenzációsak, nagyon sok ilyen súlytalanságos videót nézek, mert imádom. Tehát, már hogy egyik asztalonta dobálja a másikat? Nem, hogy úgy adok át neked valamit, hogy elindítom a levegőbe. Az megérkezik, aha. Visszadobod, zsebkendő, nyáldarab, ceruza. Tehát ők jegyzetelnek valamit, átadom neked a ceruzát, úgy elindítom a ceruzát. És te érte nyúlsz és a levegőbe. És szemmel kapod el. Igen. Ez szenzációs. Egy falatod. És átúszik egy fasír. Egy darab császárszalonna így átúszik. Az a baj, hogy szerintem mi semmit nem látnánk abban, hogy milyen szép a kilátás, mert ezzel szórakoznánk végig, azt elhiszel? Egyébként azt meg lehetne csinálni, hogyha például át akar a felé küldeni az én számba egy kis rozét, aha. akkor
ő még be se fejezte, amikor a vége már elért hozzám. De hogy? Hogy szívószál? Tehát még nálam. Nem, átfújja. Hát a Feri tudja azt, hogy ő óron szívja be, és fújja ki a száján. Óron vissza már. Vagy vissza a száján pohárból, és közben már óron fújja neked. Simán egyébként. Az nem annyira jó. Ja, a gyerekek, azért ez, hogy még hogy a pénz nem boldogít. Azért akinek van fölösleges 12 millió, és erre egy fölülsz, hát 60 ezer dollár, gondold el, hogy ott dollármilliómos vagy, az azt jelenti, hogy 60 ezer dollárt annyi pénzzel járkálsz a zsebedben. Nem pénz, nem? Ez brutál, brutálisan sokan fognak menni. Nem? Most egy orosz, vagy egy amerikai, vagy nem tudom, egy japán, vagy kínai dollármilliómosnak most 60 ezer dollárt becsengetni, hát nem egy megterhelő összeg. De ki akar ezekre fölmenni? Mi az, hogy ki? Bár. Hát úgy lenne igazán jó móka, hogy neked valaki összedobta pénzt, sincs ott üsz, nem tudom, hány milliómos között, és játszol a súlytalansággal. Kaptál születésnapodra tandemugrást. Kicsit igen, más, egyszer. Meg kicsit olcsóbb. Ja, hogy kussoljak arra. Igen. De hogy képzeld, hogy az van, hogy egyébként utazol föl. Mennyi ez forintba? 25 ezer volt a tandemugrás. Ja, nem az. Ja, az 13. Ezt tudom, mit már mondtad 20-szor. Minden nap elmondom neked. Nem, az 60 ezer dolar, 13 millió forint, 12 millió forint, nem tudom. Öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. A videót én nagyon kedvelem, és bárkinek megmutattam, hát nem tudjuk nem imádni ezt a videót. Ő Sanyi a macska. Megmutatjuk azok kedvéért, akik esetleg nem hallották. Sanyi, gyere ide, nézz ide. Ú, de szép a szemed. Sanyi, nézzük meg a szemed, csiki. Ja! Milyen cukja? De szép macska vagy, Sanyi. A kóanyám. Úristen, Sanyika. Úristen, Sanyika, a végén. Igen. Úristen, Sanyika, hát komolyan indul a bakterázó. Felfoghatatlan, hogy milyen szép vagy. Az indul a bakterázó, nem írtak ilyen jelenetet, tényleg, nem? Mikor a ló meghal, nagyjából ezt tudom azt, hogy úristen, Sanyika, de szép vagy. És közben tényleg egy csilingelő gyermek hangot hallunk végig. És Sanyi oda megy, bezsebeli az elismerés, aztán arrébb sétál. Nagyon szeretem. Mennyire szép. Nagyon szeretem ezt a videót, nagyon szeretem. És nem feltétlenül amiatt, mert most rondán beszél benne egy kislány, ebben nem ez a cuki. Hanem, hogy ezt ő valószínű valahol, valamikor ő hallotta, mert a hangsúly is tanult. Ő egy átvett formulát alkalmaz arra, hogy valami annyira szép, hogy az már más, hogy elmondhatatlan, csak így. Amikor elfogynak a szavak. De egy van még. Egy van még, ami mindent visz. Igen. És körülbelül a videó bemutatásának harmadik percében, vagy harmadik perce után megérkezett egy SMS, hogy egyébként nem kisfiú, hanem kislány, és egyébként a mi gyerekünk. Jött ez SMS-ben. Hát és akkor gondoltuk, hogy ha már nincs rá idő pénteken, akkor hétfőn mindenképpen visszahívjuk őket, a családot, és megkérdezzük arról, hogy készült ez a videó, mi van Sanyival, mi van a kislánnyal. Itt van Csilla, az anyuka. Csilla, hello, jó reggelt kívánunk, hello. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt. Nem is tudtuk, hogy ti is bennünket hallgattok pénteken, amikor megjött az SMS. Először nem is hittük el, hogy valóban tiéd a gyermek. Képzeljétek el, hogy úton voltunk éppen ezzel a kis csajszival, és hallottuk, amit beszéltek, és azt mondja, anya, rólunk beszélnek a rádióban. Akkor most már bevállaljuk, hogy igen, mi vagyunk, és az Adél készítettem. Milyen szép nő van, Adél. 535 vagy 540 ezernél tartotok már egyébként a megtekintésben. Hát igen, azért ez egy elég szép szám. Úgy tartunk ott, képzeljétek el, hogy ez egyébként a mi tudtunk meg beleegyezésű nélkül került ki a videó megosztókra, ez a kis videó, ugyanis baráti körben ezt így mi megmutattuk, de ez még tavalyi felvétel egyébként. És aztán úgy gondolta egyik ismerősünk, hogy ez annyira tuki, hogy ő ezt felteszi, és ezért mi egy kicsit haragultunk is rá, ő levette, de hát aztán pár nap alatt annyian letöltötték, hogy most már aztán ez lett belőle, és vadidegenek tették fel ezt végül is. Egyébként ezt hónapokkal később találtuk meg a telefonban, tehát ezt így megcsinált az apa telefonjával, ezt ő így gondolta, hogy ezt így elmentette, és akkor így egy hónapokkal később az apával így nézzük, hogy ez mi, nézzük, hát mi komolyan
olyan sírtó, tehát így magam a gyereknél meg videózik, tehát ez nagyon komoly. Én nagyon szeretem az ilyen pillanatokat, nekem is mondja ki egy gyerekem, és amikor a gyerekből egy pillanat alatt hirtelen felnőtt lesz, és még nem is biztos, hogy tisztában azzal, hogy mit mond, vagy hogy a szónak mi a jelentése, csak hallja, elkapja, és azt gondolja, hogy abban a mondatban az oda illik, és ő azt beteszi, hát azért az gyönyörű. Na, de kitől hallott abból a szempontból, hogy ebben van egy hangsúly, és ezt a hangsúly gyerek nem mondja így, mert olyan ízes, olyan szép, annyira, hogy anyád, ugye, és ott van egy hangsúly benne, tehát ez valószínű valahol ő hallotta. Van nekünk egy nagy tesónk, aki 16 éves. Igen? Valószínűleg tőle ragadt rá. Tényleg? Igen, ő fiú, és ő azért szokott így számítógépes játékok közben. Meggondolom, a macska is ad rá okot, nem? Vagy macska, hát ezt imádjuk, Sanyi a családtag, tehát jön, megy, és ő itt él velünk, tehát nagyon szeretjük. De most mekkora? 6 éves? 6 éves, és itt várja egyébként, hogy szeretne veletek beszélni. Na, de édes! Úgyhogy adom nekünk. Jó, ad egy picit nekünk, adom. Persze. Sziasztok! Hello! Adél! Édesem, hát neked most is milyen cuki hangod van. Hello! Mit csináltok épp most reggel, amikor beszélgettünk? Vagy mielőtt beszéltünk? Most ébredtünk fel. Most ébredtünk fel. Megvan. Sanyival alszol? Ő a tulajdon. Drágám, Sanyival a macskával alszol? Nem. Külön alszik. Nem. Megsimogattad ma már? Igen. Milyen házi állatotok van még? Kutya. Szeretik egymást. Szeretik egymást. Édesem, hát te nagyon, nagyon kis cuki vagy. Hány órára mész? Neked már lassan oviba kell menned? Vagy iskolába jársz már? Hova jársz? Oviba. Nagy csoport, ugye? Jól számolok, nagy csoport. Igen. Jól van. Puszilunk téged, jó? Add még anyukádat egy pillanatra. Jó, sziasztok. Szia. Szia, drágám. Hello, ciao. Hello. Ő nagyon helyes. Mert hangja is. Egyezetben. Maradt ugyanez, a tartalom változott biztos, de a hangszín ugyanaz. Jó van, ti hol laktok? Merre vagytok egyébként? Dabason lakunk, Dabason élünk. Kertes házban, és azért van itt Sanyika, és van még egy nagy angol véregünk egyébként, ő nem szokott bejárni. De nem. És de kutya macska jobban van? Szeretik egymást? Szeretik, Sanyi megveri Alekoszt, aki körülbelül 10-szer akkora, mint ő, tehát kicsimán lepofozza. Alekosznak hívjátok a kutyát? Igen. Jézusom. Azután az Alekosz után? Képzeljétek, akkor került hozzánk, igen, és így nagyon béna törzskönyv, ez aztán a férjem azt mondta, hogy hát figyelj ide, legyen az. Így ránézett a kutyára, és azt mondta, hogy az illik hozzá legjobban, nagy Alekosz. Jó, nálatok is zajlik az élet. Mi szeretjük. Így van, szeretjük. Igen. Puszilunk meneteket, köszönjük szépen, szeretjük a videót. Adélt, ezt csókoltatjuk. Ha van még ilyen videó, azt azért töltsétek. Így van. És ha gondoljátok, akkor egy exkluzív képet Sanyiról dobjatok már át nekünk, felrakjuk a Facebook oldalukra. Igen, pont akartam, hogy küldök Adélról meg Sanyiról. De jó, köszönjük szépen. Jó. És hát most jönnek az ünnepek, úgyhogy tessék forgatni, jó? Ott azért mindig az ünnep ad arra okot, hogy kicsúszon egy-két olyan szó, aminek nem kellene, úgyhogy mindent az internetre. Jó? Csilla, puszi, ciao, sziasztok. Hello. Na, hát ugye ez egy érdekes téma is lehet egyébként, hogy mi van abban az élethelyzetben, amikor a gyermek káromkodik, ugye? Ki hogyan tudja ezt kiváltani? Mi az, amikor a gyermek megtanul valamit, és hogy próbálod kiütni az ő fejéből, hogy ne mondogassa. Én például pont ezt a videót mutattam meg úgy a Vikinek, hogy a Benny ott állt, csak én nem vettem észre, és pakolta ki a kis szekrényéből az ő farmer nadrágját, hogy leváltsa a meleg időt, ami rajta van, mert mentünk valahogy. Mondta, hogy gyere, te szép macska vagy, Sanyi. És a gyerek így rám nézett, egy apuci rondát mondtál, mondom, nem én, és aznap mentünk Pálbölgyi Csepkő barlangba. De szép cseppő. De jó az akusztika. Nem veszünk egy gyirosztapot. Óriási szerencsénk volt, hogy hárman voltunk a túrán. Hárman voltunk a túrán és a túravezető, mert aznap délután indultunk mi oda, hogy megnézzük, bemegyünk a földgyomrába a gyerek. Bár nagyon régóta írtuk neki. Hát is ilyen 4,5 percenként. Egy de magas lépcső. Mondom, igen, hát a gyermek most hallott egy videót, nagyon én voltam, hogy a hülye embertem észre, nem mondtam neki. Nyilván, aha. Persze, nyilván mondta a túravezető. Aha, nagyon jó, jól nevel gyermek. Sose jössz ki belőle, sose. Csáne, abban nem tudsz kijönni. Azt hál' Isten megbeszéltük, hogy ő ezt magában mondhatja, mert ugye a gyereknek minél jobban tiltod, annál jobban élvezi, hogy valami olyat mondhat ki. A gyereket nem a ronda szó érdekli, hanem az, hogy te tiltod neki, és ezáltal ő szembe tud a tiltással menni, és ki tudja mondani. Nem a ronda szó okoz kielégülést, hanem az, hogy valami olyat mond,
ami ugye, ami tiltva van. Hát és hogyha egyszer azt hallja, hogy a szülei röhögnek rajta, hát az a... Na, onnantól kezdve beégett. Mondtuk, ezzel tudja, hogy mikor kell mondani. Akkor alá van húzva kétszer. Na, ezt kell mondani ahhoz, hogy röhögjenek. És akkor mi a jó módszer, hogy elmondod, hogy ezt neked nem szabad, tudom, hogy a felnőttektől hallottad. Vagy nem veszed észre, vagy vele röhögsz, mit csinálsz? Hát a vele röhögés az hú, az a legnagyobb. De hát hiba. Nekem röhög meg. Persze, de ezt nem tudod, mit kell csinálni. Morgolodsz egy kicsit, de bemész a szóval, ezt kiröhögöd magad. Tehát mi is mindig ezt szoktuk csinálni. Tehát, hogy ilyenkor nem szabad előtte nevetni rajta, mert akkor érzi, hogy hát ez nagyon bejött, és csak viccelnek annyi, amikor azt mondják, hogy ezt nem szabad mondani. Hát, szóval én nagyon röhögök mindig. Én nagyon röhögök, hogy amikor Benni hazahoz valamit, vagy hall esetleg, vagy... Ha voltunk egy étteremben együtt, még amikor két éves volt. Két vagy három éves volt. Nekem is félre szaladt a tofu. Benni elsajátított valami nagyon rossz szót, és az étteremben minden asztalhoz oda ment. De biztonság kedvéért letesztelte minden. És minden letesztelt, és két éves volt talán az egyik kitelepülésen, ahol én elhoztam, és ugye hát ő akkor hallott valami, én nem is tudom, melyik szó volt az. Hát mi emlékszünk? Igen, egy csúnya. Csúnya? Igen, négy betű F-fel kezdődött, Z-vel végződött. Csúnya betű F-fel kezdődik, Z-vel végződik. Igen, van benne még egy A, meg egy S, jó? Így van, a sorrendet ne áruljuk. A sorrendet rátok bízzuk, és Benni ezt valahol hallotta. Valahol, ilyen csúnya világ ez, hogy talán a recepció, vagy ki tudja, biztos hát nem. Este a lefektetés előtti bibliaolvasásnál biztos nem hallhat. Igen. Otthon. És a gyermek rájött, hogy amikor ezt először kimondta, nagyon jól szórakozunk rajta, majd egy közös vacsoránál rájött, hogy ezen ti is jól szórakoztok, de nem volt több tényleg két évesnél. Leszállt az ő kis gyermek székéből, vagy gyerek székéből, kikéreckedett, és ugye az ő legnagyobb örömére különböző idegen asztalokhoz ment oda, felnézett rájuk, mert még nem értett az asztal. Csillogó szemmel, és telétorokból elővöltött. Te szép kisfiú, mit szeretnél? Sose felejtem el, volt egy vagy egy nászutas házas pár, vagy egy... Szerintem valahanyadik rand is, de még nagyon az elején voltak csillogó szemű szerelmes pár mellé, és Benni megérezte, hogy ott van a gyenge pont, és így megállt, de ott nem az volt, hogy tovább ment, megállt, és akkor mondta, hogy... És ott láttad a gyerek kezébe, vagy az ember kezébe, egy megáll a kanál, oda a romantikus vacsora kész, kérte a számlát, elfújták a gyertyát, és hazamentek, tudod. Vikivel, hívd már vissza. Annyira szórakoztatom. Szerintem jól érzik magam. Szólj már ki, ahogy hívom vissza, azt hiszik, hogy Jani fiam. Igen, és tudom, hogy nagyon-nagyon röltünk. És ő ugye ezt érezte, és látta, hallotta, hát, hogy az egész társaság ezzel remekül szórakozik. Hogy a manovációban taps, az pörgeti az előadó művészt. Engem. Azt mondja, nekem az öcsém 4-5 éves lehetett, mikor egy Meki családi baráti vacsorán egyszer csak spontán odafordul anyánk barátnője felé, majd közölte vele, Piri, neked akkorák a csöcseid, mint egy lámpabúra. Mindenki dőlt a röhögéstől, Gábor küldte neki. Na, ez se a saját kis ujjából. Persze, hát ez nem hallják a gyerekek. Valaki már megdicsérte korábban a füle hallatára, a lámpabúrákat. Pirit ott már megdicsérték előtte, bizonyám. A lányom szaladgált a tóparton és kiabált, hogy homoszexuális vagyok. Utána elmagyarázta, hogy ez valójában mit jelent, nagyon-nagyon nevettünk. Írta egy hallgató. Kislányom 3 évesen hozta haza az óviból a hülye F-fej című mondatot. Mm-hmm. Ugye tudjuk, hogy az F-fej mivel lehet helyettesíteni. Kétszer mondta, egyszer nekem az Osan közepén, egyszer a vidéki nagymamának délelőtt 10-kor a játszótére Szegeden, ahol sok volt a sok két év körüli jó, gyermek. Jó, hát tét nélkül nem szórta össze-vissza a gyerekért. Csak hülye! Azért az Osan közepén. Aha, meg a nagymamának. A gyerek így helyre teszték. Ah, hát tudod. Milyen idilli család. De szépen élek. Milyen jó lehet náluk a karácsony. Igen. A 70-es évek közepén 5 éves voltam, nagyapám Pannoniájának az oldalkocsijában ültem, és boltba mentünk Budakeszin, a mellettünk álló lovaskocsis lova megbokrosodott, és a kocsi így szólt, hű, a ká anyádat, ugye? Két sarokkal arrébb. A hűt nagyon szépen mondod. Két sarokkal arrébb a rendőr igazoltatta nagyapámat, és én meg egy az egyben toltam a kocsi szövegét. Majdnem elvittek miattam a pártállami rendőrök, Laci küldte nekünk. Unokkölcsém Gábor 4-5 éves óvodás volt, hétvégén megnézték a reszkessetek betörőket, az óvodában fizetni kellett valamiért, de az óvónéninél nem volt apró, erre Gábor csak annyit mondott, dugd fel magadnak a mocskos apródat. Az anya és az óvónéni köpni nyelni nem tudott a röhögéstől. 5 éves fiam nagy Toy Story rajongó volt, klasszik. Egyszer így kiáltott az oviban, nézd óvónéni.
Hát ez ki tudom mondani? Ki? Hát ki lehet mondani? Hát ez a Buzz és a Wood. Így, ugye két Woody. Szereplő. Így van. A Buzz és a Woody, igen. Igen. És a Buzz meg Woody, az ugye az a gyerek szájából, hogy itt igen. Van Buzz, meg itt van Woody. Ennyi. De ha ezt valaki nem tudja, csak fölülvölt a gyerek, hogy kell mondani, akkor nincs gond. Igen, Buzz meg Woody. Ugye így kell mondani. Hát végtelen, és tovább. Csengetnek 4 éves keresztlányom, odaszalad, hogy kinyitja az ajtót, és megszólal. Ki a K anyja, az már megint? És te egy belép, tudod. Isten hozott. Na, ezt például valószínűleg otthon hallotta a gyerek. Csak az a B most. Valószínűleg igen. Valószínűleg igen. A gyerek otthon hallotta. De azért az szép, amikor így lépsz be, nem? Régen, amikor a család látogatás ott a tofon egy belépett erre. Azonnal elvették a gyereket. Ez a welcome. Nagyon szép. Szabadság, ugye itt a nyár, kérem szépen, jó. Mindenki készül a szabadságra, ebből jó kis témát lehet csinálni, hiszen előbb-utóbb ezt ugye be kell adagolni a főnöknek. Be kell adagolni a főnöknek, hogy te szeretnél elmenni szabadságra, esetleg arra gondoltál szemét aljas galád módon, hogy egy év mellé után egy hétre kis családoddal elhúznál Balatonra. És ma pont szerda értek ez lett, úgyhogy... Igen, úgyhogy be is mondom, a témaválasztás. Be is mondom, hogy elmegyek 3 hétre. Nem jövő véletlen, hétre ez már a felkészítési szakasz. Már benneteket is készítelek. Nem, a Népszabadság lehozta a szakszervezeti forrásokra hivatkozva, hogy több nagy kereskedelmi lánc megpróbált olyan szerződést aláíratni dolgozóival, amelyben az apróbetűs részben lemondatták a kedves dolgozót, hogy egyszerre 2 hét szabadságot vegyen ki. És hát történt ugyanis, hogy a munkáltatók önkéntes nyilatkozatra kényszerítve aláírták, néhányan azonban elolvasták az apróbetűs részt, ahol ugye rájöttek arra, hogy hát nem jó az, ha jó hiszem jön aláírod a papírt, mert egyben lemondasz egyébként a 2 hetes kikapcsolódás lehetőségéről. És akkor nem írtak alá, és nincs munkájuk? Vagy írtak nekik egy másik szerződést? Azt tudjuk? Nem. Többen már egyébként több hiperállítólag visszavonta a szerződést. Aha. És hát hivatalosan annyit nyilatkoztak, hogy természetesen betartják a vonatkozó törvényeket, de ha a dolgozó lemond a 2 hetes szabadságáról, akkor írásban rögzítik a döntést, akkor azért azt megteheti. És ugye nyilván a nyári fennakadást akarták ezzel megelőzni, hogy ne menj el mindenki 2 hétre, lehetőleg. Mert hogy munkaerő hiány van, egyébként csak nyaralják 2 hétig a Balatonon. Persze. Mondom, azért különösen jó az a téma, mert mi 8 éve nem voltunk 1 hétnél hosszabb szabadságon, tehát ugye a nyári szabink az nekünk 1 hét, bár nincs beleírva a szerződésünkbe. Mert ilyen nagyon stréberek vagyunk, csak mondom. Simán elmehetnénk 2 hétre, csak igen, voltunk. Azonban már ezt az évet is leadtuk. Tehát picit megcsúsztunk, de hogy igen. Plusz mindenki azt mondja, aki ilyen kutató, hogy az 1 hetes szabadság az pont semmit nem ér, mert mire lefűzöl, igen. Van egy szerda délutánod, és kezdesz megint dolgozni, és szerda estétől már azon stresszhez, hogy hétfőtől már megint szabi. Tehát nem járna jobban a munkaadó, hogyha a munkavállalója elmenne 2 hétre? Jó, nem tudsz magát. Elmenni 2 hétre, mert sokan elmennek 2 hétre, akkor rengetegen hiányoznak. Hát ezt be lehet osztani. Nem? Hát elviekben igen. Igen, csak azért, ahol sok százan vannak, ott azért van egyezés. Tehát azért 100-an vagyunk, aha. És azt mondja, azt mondod mindenkinek, hogy találj egy olyan hetet, amit még nem vettek ki. Hát te jó. Vagy a 70-edik, azért bajba vagy. Január? Igen, te mit tudsz magadnak kiírni, mikor már mindenki kivette? Nem, ők ugye nyilván azt akarták ezzel megúszni, hogy ne menjen el mindenki 2 hétre, mert egyszer munkaerőhiány van. Na de azért apróbetűs részbe ezt belerakod, nem tudod. Szép. Gondolom, hogy amikor ezt így bejelentették, akkor mindenki pánikszerűen elővette a szerződését, és elolvasta az apróbetűst, hogy még mi vannak beleírva abba a bizonyos részben. Na igen, egyébként nagyon... Első éjszaka joga, stb. Nagyon, nagyon durva. Első éjszaka joga. Na, drága hallgatók! Várunk történeteket, írjátok meg nekünk. Jó a szabadsággal kapcsolatos. Amikor felszívtátok magatokat, a főnök a harmadikon van, ti az elsőn, és azt mondtátok, kiveszek 2 hetet. Most! Indulok! Egy emeletet megmásztál, már csak azt mondtad, kiveszek 10 napot. Álltál a főnök irodája előtt, azt mondtad, de jó lenne elengedni 1 hétre. És még az utcán is hallatszott a főnöknek a röhögése. Igen. Beléptél az a főnök közt. Az a ez a legjobb, jaj, a beléptél a főnökhöz, és azt mondtad neki, ugye elmehetek egy hosszú hétvégére. Tehát mi volt az indok, azt írjátok meg nekünk. Hány nappal indultatok? Hány éve nem tudtok elmenni szabadságra? Mivel ráz le benneteket a főnök? Minden érdekel, ami szabadsággal kapcsolatos. Jó, írjátok meg nekünk, hogy mennyit szeretetek volna kivenni, mit mondott, hogy rázott le benneteket. Mi a legjobb kifogás, amit a főnök szájából hallottatok, hogy miért nem most menjél éppen szabadságra, miért majd 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva. Tehát remek főnökös kifogásokat is várunk, hogy mit mondott a főnök, hogyan szeret le benneteket. Ugye, mert hát azért nem mindenki dolgozik olyan jó helyen, mint mi. Persze. Ahol, ugye?
Szeretem a magyarót. Hát szeretem a munkáimet, imádom a magyarót. Imádom az ügyvédjúdat. Tényleg itt, ha nincs, mit tudom én, nyár az a mi esetünkben például uborka szezon, ugye? Tehát van egy Forma 1 például, amit csinálunk, ez az, de uborka szezon van, nyáron nekünk könnyebb elmenni, a szeptemberi nagy rócsó, tavaszi nagy rócsó, de nyáron nyugi van. Az emberek szabadságon vannak. Szabadságon vannak, mi is el tudunk menni, leadjuk, és el tudunk menni. Az előző munkahelyünkön nem ezen a munkahelyünkön. Ez csodálatos, szóval, hogy az előző munkahelyünkön, amit én legtöbbször hallottam, az az volt egy nagy sóhajtás kísérletében hihetetlen empatikus arccal elmondva, a hallgatók érdeke, János, hogy ne menjetek el ilyen hosszú időre, nem menjetek el, mert a hallgatók nem szeretik. Gondoljatok a hallgatókra. De ez az a munkáj volt, amit aztán folytattunk ugyanazok az emberekkel? Igen. Akkor én is ismerem ezt az embert. Igaz, vagy a másik, arra még emlékeztek? Mérési hét van. Ja, mérési hét. Ami mérési de most is mérési hét van, és a jövő héten is az lesz. Igen, igen, mindig mérési hét volt, amikor el akartunk menni. De az megható, hogyha azt mondja valaki a gyárban, azt mondják neked, hogy termelés van. Most nem tudsz belőle kimaradni. Hát most erre ott maradsz, erre nem mész el szabadságra, hát, vagy mi? Hogy ez egy érv, hogy amikor azt mondom, fölmész a főnököthöz a gyárban, vagy egy nem tudom milyen üzemben, és azt mondja, hogy Balázskám, termelés van. Hát most megy az orosz piacra. Hát a traktor, akkor te nem mész el szabira. A szabadság sosem jön jókor, igen, mert te nem vagy. De hát azért neked meg jókor jön, hát mert pihennél. Mit csinálnának duvatyúk nélkül? Ha mit? Hát belegondoltál? Megy az a szivattyú szerinted? Szerinted? Ki miért nem vesznek fel egy csomó diákot ilyenkor nyára, vagy nem az van ezeknél a hipereknél, hogy fölvesznek, hát, és akkor azok pakol, meg elznek, az ilyen gyári munkáknál el tud menni. Lehetnek, de hát nyilván a szakmunkásokról beszélünk, akkor ott azért nem veszik át olyan könnyen. Na, srácok, akkor nézzétek körbe, ez itt a Paksi atomerőmű. Megmutatom, még gombokat nem szabnak. Jó, nyilván nem erre gondolok. A pirosokat. Hat vizerpilóta elmenne pihenni, és akkor jön Józsika gimnázi méretsége. Majd én leteszem. Én vagyok a pilóta. Én meg a váltsok pilóta. Nyilván nem erre gondoltam, de itt van egy hiperben például, nem tudom. Igen. Ott lehet. Pakolni, hozni, vinni, lerakni, fölpakolni. Tárul feltöltőnek minden további nélkül elmehet az ember. Ott azért olyan nagyon nagyokat nem lehet hibázni, meg mondjuk egy-két nap alatt simán betanulják. Nézzük, mit írnak hallgatóink. 10 évvel ezelőtt benzinkúton a főnök ezt mondta. Gondold meg a Szabit, mert akkor nincs jött, viszont a minimálbéredből levonom a leltárt hiány. Nem nagyon mentünk Szabira. Ezt Ági küldtenek. Én már tavasszal bementem a főnökhöz, az asztalra csaptam, és azt mondta, már pedig elmegyek 3 hétre nyaralni. Nem érdekel, mit mond, de előtte megvártam, míg a főnök hazamegy. Itt van velünk Szilvi, a vonalban. Hello Szilvi, jó reggelt. Ciao. Egy biztosítóban dolgoztam, és ugye vannak ott is holtidők. És adódott egy olyan lehetőségem, hogy szezonmunkára el tudtam volna menni 10 napra Ausztriába. Ezt elmondtam a főnökömnek, ő viszont mondta, hogy eszedbe se jusson, meg felejtsd el, mert akkor ebben a hónapban neked több pénzed lesz, mint nekem. Nem mondod, hogy ez volt az indok, tényleg. Hogy azért nem menjél Szabira, mert hogy akkor többet keresel, mint ő. Igen. Balázs, hello! Te akartál menni Nász útra? Így van, szeptemberben volt nekünk az esküvünk, de aztán így október végén, novemberben, hogy közöltem a főnökkel, hogy igazából megvan a Nász útnak az időpontja, az december 13, és karácsony előtti leállás előtt egy héttel már el szerettünk volna utazni. Aztán mondta a főnök, hogy hát nem utazhatunk el, mert annyi megrendelés van, meg annyit kell teljesíteni. És te is tudtál elmenni Nász útra? De elmentem, előtte egy hónappal beadtam a felmondásomat, egy hónapos felmondás időt bedolgoztuk. Kemény van. És ott, figyelsz, és ott nem kérdezte meg a főnök, hogy miért mondasz fel? Mert akkor elmondtad volna neki, hogy azért, mert szabadságra megyek Nász útra, és te nem engedtél el. De ez így volt. És erre nem mondtad, hogy akkor mennyi lesz, Szabira, ne hülyéskedj már. Tehát mert akkor nem voltál fontos neki. Nem, mert ott utána már ilyen nézeteltérések voltak. Figyelj, és legalább elváltál azóta? Mert az a szép sztori ebben. Nem? Felmondtam, elmentem, kiderült, ez nem az a nő. Ez most volt. Tehát adtak, akkor együtt vagytok. Egyszerűen így volt. Mutattál neki képet a leendő, jövendő belidről? Az volt a baj. Eszébe jutott, hogy ő tudta, mi vár. Küldték képet Bora Boráról, az kellett volna. Ja, a tájföldön voltam. Barnás, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok. Hello. Édesapámmal dolgozom, amikor mondom neki, hogy legalább egy szabad napot szeret
szeretnék kérni, erre azt mondja, 40 éve nem vett Márki Szabit, úgyhogy én se akarjak azt menni. Hallod, Robi, tényleg. Robi, gyönyörű mondat, igen. Sok. Itt a következő, nagyon jó, nálunk a tulajdonos azt mondja, hogy akit két hétig nélkülözni tud a cég, az nem is kell, hogy itt dolgozzon. Jó a műsor, Dóri küldte. Kolléga hívott hétfőn korán reggel, csak ennyit mondott, ne haragudj, elaludtam, ezért nem megyek a héten. Nagyon szégyellem magam. Mondtam a főnökömnek, hogy elmennék szabadságra egy hétre, azt válaszolta, inkább hozzam a reggeli műzliét. 4 éves és a fiam. Fréka. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Egy újabb kutatás, ha már ilyen kicsit tudományosak vagyunk ma, egy újabb kutatás, állítólagosan a köldök méretéből, színéből, állagából, formájából, tapintásából kiderül, hogy ki milyen szerető. Egy kutatás szerint, amilyen a köldökünk, olyan szeretők vagyunk. Na, kérlek benneteket, mesztelenítsétek le a felső testeteket. Látni szeretném Feri. Nekem nem látszik. Feri szajkófürdetőjét. Igen, kacsahúztató. Gólya az, gólya. Csak mondom, miközül lehet választani, aztán természetesen csekkoljuk Annáét és a miénket is. Patkóforma, kérdőjelforma, templomforma, oroszlánszájforma, alagútforma, körforma, vagy pedig vesszőforma. Ez ugye egy méltatlanul elhanyagolt testrész ez a köldök valahogy, ugye? Úgy ott van, nem használod, valamikor szükséged volt rá, levágták, felkorcsosult. Csak némi szösz tartasz benne. Igen, leszáradt. Igen, hát kinek szösz, kinek medence, ugye Feri? Így. Gyönyörű gyerekek. Oda behúzódhatok mindketten, ha baj van. Azt nem tudom, hogy milyen, amikor nem befelé megy, hanem kifelé domborodik. Én olyan köldököt is láttam. Igen, a Pákónak például olyan a köldök. Az a templom, nem? Az a templom, igen. Amikor ugye egy csúcs van rajta, tehát nem lyuk, egy árok, egy kráter, hanem egy ilyen kis csúcs. Igen, az a templom. Az azért van, mert ugye át akarták vinni a másik műtőbe a köldök zsinórját, és még nem volt leválasztva. Igen. Ez a köldök csonka, hogy leszárad utána, nem? Amikor levágják a gyerekeknek. Nektek megvan, elraktátok? Nem a sajátotokat, hanem... Ti elraktátok? Nekünk van első lábnyom, karperec, ugye a kórházban köldök, csak egy ilyen kis relikvia tartóban van, első lábnyom, karperec, haj. Mi a gyereket tartottuk meg? Nem, jó. Minden megvan belőle. Keze, lába, haja. Ő viszont nem kellett. Na most komolyan, vannak tudósok, akik a köldököt kutatják? Tehát van valahol egy laboratórium, ahol áll 3 darab tudós, tesztkérdéseket teszt fel bizonyos embertömegeknek, mennyiségnek, és kutatják, és megkérdezik utána, hogy fotózza a köldököt, majd utána kikérdezi az illetőt a szexuális életéről. Hogy készülnek ezek a kutatások tényleg? Hát összeülnek a köldökológusok is. Köldökológus? És azt mondja, hogy mivel foglalkozás 10 éve valaki a köldököt kutatja? Ja, azért ez erre kicsi az esély. Kicsi. Kevés a valószínűsége. Meg szerintem egyébként ennél több forma nincs is, mint amit felsoroltál. Nekem ez is egy kicsit ilyen megfejtetetlen, hogy van ennyi fajta. Én max mondjuk ilyen 3 fajtát tudtam volna mondani. Mit tudtál volna mondani? Milyen? Hát a pákóféle, hogy hívják. A dudoros köldök, az a legritkább szerintem. Igen. Én mondjuk inkább úgy hívnám, hogy tatárhalom. Igen, az elég furán néz ki. És egy kis csúcsa van, mint egy sapkának. Igen, nagyon furi. Nagyon furi. Van ez a hagyományos ilyen kis behorpat, ilyen, és van ez, aminek a teteje ilyen széthúzott egy kicsit. Nem a teteje. Ez a... Nem. Ez a kicsit így, most láttam valamelyik nap, tényleg nem azért mondom, de valamelyik nap láttam egy fotót, amit ő maga osztott meg magáról, a Rubin Rékának van egy ilyen típusú. Ja, köldök, egy hogy a teteje egy picit így meg van húzva, uh-huh. Meg van feszülve, és van egy pereme. Aha. Lent ilyen kis gömböd, és fönt meg van egy ilyen perem. Te nézed Rubin Réka köldökét? Láttam az újságban, vagy valahol a neten. Volt egy cikk a köldökéről? Igen, mert valaki beszólt neki. Én is a köldököm? És akkor igen. Ez itt a köldök, én pedig még felette vagyok. Lefotozta a hasát, mert hogy valaki hát beszólt. Igen, 3 gyerek után azért az egy has. Igen. Mondjam, hogy volt egy ilyen edzés közben csinált magáról egy fotót, ott azért rend van. Komolyan. Nincs úgy, hogy újra megnyomogatod, egy kicsit 2 centit beszalad a hasnál, aztán ott van alatta az idő. Hát ha el akarod töretni az ujjaidat, akkor igen. Egy nőnek kicsit szaladjon be, nem? Hát attól nő a nő. Jó, de tehát aki beszól a Rékára, hogy néz ki, az szerintem gondolkodjon el. Igen, tehát, az egy másik kérdés, hogy tetszik vagy nem, igen, az egy eldöntendő, hogy ki hogy szereti, de hogy az abszolút korrekt formában az látszik. Igen, jó, látszik kinek legyen. A köldökével kezdjük, tessék? Hát ha az enyémmel kezdjétek, akkor soha többet nem akartok más köldök. Jó, kezdjük az enyémmel. Kezdjük a tiédel. Nézzük meg, milyen szerető vagy. Jézus Mária. Cuki. De ne húzz szét. Ez lefelé görbülő szál. János bámozik a köldökével. Engedd el, ne nyúlkáljál hozzá. Várjál, kitakarod.
A te köldököd nem kérdőjelforma, nem patkóforma. Dehogy nem, ez a patkó. Ez a patkó. Hát de szerintem lefelé görbülő ilyen patkó. Így. Alagút, kör. Hát ez vagy a patkó, vagy a kör. Aha. Kör. Na nézzük a kört, jó? Ezt, adjuk meg ezt körformára. Adj. Jó? Ebben az esetben valószínűleg sikerült kifognod Anyuci egyetlen kisfiát. Igen, tényleg. Ez nincs másik fia. Szinte soha nem képes önálló döntéseket hozni, és hamar papucsá válik. Na. Ez a nagy gyerek igen hamar állandó figyelmet és törődést fog tőled követelni. Reggelente meg kell csinálni a reggeliét, este pedig a tejbe papít. Jaj, ebben van valami. Hogy el tudjon aludni a kis drága. Mindezek ellenére ennek a pasinak igen élénk az erotikus fantáziája, ám sokszor sajnos ez szégyelli bevallani. Ezt az utolsó mondatot kivéve minden szava igaz, mert igen. Ő bevallja. Igen. Ez a körforma. Tehát ha valaki most megnézte a saját köldökét, és az körforma az így néz ki. Mutasd a köldöködet, Feri! Nekem nem látod a köldöködet. De mit, hogy nem látod? Hát akkor a hasad. Hát emeld föl a hasadon. Hogy emeljem? Hát húsz. Látod? Hozzatok ilyen kampókat. Nem rossz az. Nem. Hozzatok kampókat és reflektort. Hozzatok kampókat, feszítsétek szét a hasát. Valahol van ott egy köldök is. És hozzatok két barlangológust. Ezt megmondom, ez... Ez a nagy alagút, ne? Várjál, nem, ez nem alagút, nem oroszlán, nem templom. Vessző? Mi az, hogy vessző? Ja, a vessző az a kicsi vékony. Kérdőjel vagy patkó? Ez patkó. Mi ez? Hát az maximum itt az egyébként. Nem. Ezt mire patkó? Adjuk? Mi legyen ez? Most én megmondom őszintén, egy picit nézd meg, Juli bejött. Mi ez? Patkó, Juli? Patkó? Juli? Mi az, hogy fél a Juli? Ne hátogjál. Félhold nincsen? Félhold? Az a patkó a félhold. Az a patkó, igen. Vagy pedig az oroszlán száj. Ez egy fél. Nem, ez egy nagy kifli kis csillag. Ez egy jó. Ja, még eldöntitek, én bedugom a kezemet és kérek egy jóslatot. Mondom, hogy hova kell dobni a 200-as. Jó, patkóforma? Igen. Megszavaztuk patkóformára? A patkóforma. Várjál, Juli, ne menjen, megnézzük a tiédet is. Figyeljetek, a szösz, az összegyűlik nektek is a köldököt? Mindenki. Az mindenki. Minél szőrösebb a hasad, annál inkább. Tehát nekem minden reggel. Fenének olyan mély köldöke van, hogy van benne sújtó légveszély is szerint. Oda teszed az arcod, így odaránt. Na gyerekek, patkóforma. Az olyan férfiak számára, akiknek a köldökének a formája egy patkóra emlékeztet, semmi sem rémisztő. Se a vérfertőzés, nehogy is nem. Nem ijednek meg, ha eltűnik egy cső a konyhában. Sosem tartanak attól, hogy elfogy a pénzük a bankban. Választottad igen céltudatos ember, aki nyitott az élet minden jó dolgára. Vele az élet bizony boldog és gondtalan, az átban pedig figyelmes és gyenge. Meg is vagyunk, köszike! Gyerekek. Meg is vagyunk, halóka! Ha tudom, nem patkóra teszem a köldökét. De ha ővel vizsgáljuk, akkor csík lesz, olyan van. De Juli, hát az Juli más, hogy van egy védelmi vonal az izmok fölött, tudod? Hogy nehogy, ha véletlenül valaki beboxol, érted, akkor rögtön lepattan. Elnyeli a rezgét. Egyébként igaza van, állva patkó, ülve vesző. Így is van. Így van, akkor a vesző már nem látszik, ha leülök, de... Na, kivettem a szözt, tessék. Fújjuk ki, valaki fújja ki a szözt Balázs köldökéből. Tessék. Atya, úristen! Milyen szép. Nem kell zavarba jönni a kockás hasam. Tőleges. Nem is jövünk tőle. mert hol? Ez a na. Csík. Ez a vesző. Ez a vesző. Ez a vesző. Ez nem vesző. Ez egy lyuk. Ez egy lyuk. Dehogy lyuk, ez vesző. Tedd meg templomra. Vesző. Tudod, milyen a vesző? Olyan, mint egy szép, vékony vágás. De ez nem az, hát ez egy lyuk. Hát végül is igaz. Igen. Na, mi legyen akkor? Milyen szerencsés vagy, hogy nem volt halálos a lövés. Alagút? Akkor alagút. Alagút. Hosszúkás mély köldök? Így van. Hosszúkás mély köldök. Azok a férfiak rendelkeznek ezzel, akik nagyon híjúak. Hogy rohadjál meg? Az ilyen férfit mindig és azonnal kell arról biztosítani, hogy milyen remekül néz ki, és hogy mennyire tehetséges. Azt pedig még véletlenül sem említsük meg neki, hogy az általános iskolás pattársa, akit ő persze bolondnak titulált, kétszer annyit keres. A szexben számára elengedhetetlen a hosszú és gyengéd előjáték. Gyerekek, vannak hibáim, az egyik a hosszú előjáték. Most nem tudok ezzel mit csinálni. Mi az, hogy a pattársam kétszer annyit keres? Az micsoda? Ki az a szemét? Meg kell találni. Viszont annak nagyon örülök, hogy a gyengéd szexre vagy rágyógyulva, így Feri az ideális partner. Jó, nézzük Juli köldökét. Gyerekek, ez egyébként működik, többé-kevésbé eddig mindenkire igaz jött ki. Na, Julinak ilyen szép női köldöke van. Ez a templom. Ez a szép. Ez a templom. Nem, nézd meg, ilyen kicsit ilyen háromszög alakul. Igen. Tehát ezt én templomra tenném. Igen. A templomforma.
egy olyan férfival áll szemben, aki szereti, ha kényeztetik, és hajtja az élvezeteket az életben, emellett mindig mindenben ő akar az első lenni, ez a szexre különösen érvényes, ami nélkül egy napig se képes létezni. Hallod, Gyuli? Egy ilyen emberrel együtt élni olyan, mint egy vulkán tetején ücsörögni, mivel szenvedélye lobbanékony, szerelme pedig gyakran illékony. Oho. Láttatok már terhesnőt piercinggel? Terhesnőt piercinggel? De hol, hol has hát piercing, kiköltök piercing. Volt neked? Nem, nem, nekem soha nem volt, csak az érdekes, amikor elkezd nőni, és így elkezd így felállni egy a piercing egy idő után. Szerintem mondjuk tényleg, hát a nő has, akkor fordul ki a piercing. Ki, ugye kitüremkedik a köldök, és akkor így feláll, és akkor minden átlátszik. Vicces. Jani már megmutatta? Jani megmutatta. Vágyszerám, írta is megnéz. Mutasd meg neki. Mi az, hogy oroszlán szájforma az? Micsoda? Hát nagyon szőrös. Vagy ne. Nem, az oroszlán szája belül. Nem, az oroszlán szája az, szerintem a tátikára, a virágra hajaz. Tehát az, amikor köldökségem van, akkor... Ja, igen. Laci, gyere, mutasd a köldököd. Na, az lesz a Mariannára. Ott már minden volt, gyerekek. Ez egy oroszlán száj. Na, ez egy oroszlán száj. Ez egy elcsúszott oroszlán száj. Egy hülye testrész ez a köldök. Igen. Egyébként, nem? Egy ilyen megnézed, és ilyen kicsi gnóm, mindenkin ronda, egy ilyen teljesen torz valami a köldök, nem? De milyen ösvény vezet hozzá? Most láttam. Az országos két túra. Az a hancurpázsit. A szerelem ösvény. Tehát oroszlán száj forma, az azt jelenti, hogy széles, nyújtott formájú köldök. Makacs és hatalom éhes természetre utal. Na, szóval nincs meg. Hajlamos az erőfitoktatással érvényt szerezni. Nem, és a megvan benne. Ő az, akit mindenki igazi férfinak tart. Bírja a piát. Most már mindenki bejön. Én maradtam ki. A többiek már tépjenek egy sor számot. Bírja a piát, sosem fetreng az utcákon a buli után. Hát ez ebben a formában hazugság. Emellett minden kerületben van egy barátnője, akit persze mit sem tudnak egymásról. Tehát kacér, szereti a csajokat. Aha, tehát igazi. Na gyere, Anna, mutasd a köldököd. Jézus. Ez milyen köldök? Ez, gyerekek, eddig egy szép köldöket ez olyan, mint a tiéd egyébként. A tiédre hasonlít a legjobb. Ez az alagút? Igen. Igen. Uh-huh. Olyan köldök, mint a Balázsé. Ezt már felolvastuk. Ez Balázs köldök. Mondjuk azt, hogy ez vesző. Nem találtunk vékony, kicsi vágásos nincsen, köldököt, nincsen. Pedig az egy nagyon szép típus, akinek egy ilyen egész pici vágás van a köldökén. Az ritka szerintem. Hát ezt szerintem egyébként ezt a szülőszobán tudják így előre így. Nem, hát nem. Csak elkötik, aztán... Nem attól függ, vagy attól is? Hogy hogy vágják el, attól milyen alakul, ez nem attól függ szerintem. Biztos, hogy a csong hogy esik aztán le. Aztán hogy gyógyul be. Hogy gyógyul be, nem? Nekem a feléje tetszett a legjobban. Menjünk el, végre láttál valami csodát. A feléjében érzem a legtöbb izgalmat, a legtöbb felfedezni való. Igen, mert nem látod az alját, igen, hogy mi lehet még ott benne. Szerintem hozok egy kis emlemorzsát, etessük meg az aranyalokat. Feri köldökében legalább három aranyalok. Nem, de néhány élő bárányt hozzá, abban a sárkány lakik. Mit akarsz itt az emlemorzsát? Ha megtanul tüzet fújni, végünk van, ha kirepül a sárkány. Vigyázzatok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.